6 óra 8 perc, jó reggelt mindenkinek, itt vagyunk. Szia Gyuri! Jó reggelt, szevasztok! Hello, szia Anett! Jó reggelt, sziasztok! És megígértük, és itt van a stúdióban Vokci! Hello, sziasztok! Vokci. Jó reggelt! Oh. Bepufátlankodtam, nem baj? De hogy is, nagyon örülünk, hogy itt vagy. Vagy de. Vigyázz, Laci, nehogy elszóld magad. De, hogy is. De, hogy is. Nem, örülünk, hogy itt vagy. Könnyű volt ide jutni? Reggel fölkelni? Hát a felkelés az még működött, mert az egy régi rutin, érted? Hát igen, meg azért szoktam menni a kertbe, még háromkor is permetezni, meg tudod, hát igen. Ebben a melegben nem lehet ugye 10 után dolgozni, mert beledőlsz a kapába. Le is raktad most itt a permetezőt az irodába. Hát igen, jó, nincs a hátamon. Hülye vagyok, le se tudtam volna ülni vele. Na, a lényeg az, hogy hát a szokásos rutinhibák, tehát kimész a garázsba, a garázs az, hogy tőlünk egy olyan 700 méterre van körülbelül, kinyitod az ajtót, életbe. Hol az autóm? Képzeld el. Eladtam az autót. Hülye vagyok. Eladtam, vagy elloptam. Igen, ez a kettő. Melyik van. Is? Ugye, hát tudod, este mondtam, hát minek álljak be a garázsba? Reggel csak lemegyek, beülök, aztán frankó. A következő hiba az, hogy ugye M7-es kanyar, le első kanyar, boom, irány siófok. A rohadt életbe. Ugye ott többször voltam mostanában, mint Pesten. Aztán hát akkor egy olyan másfél kilométeres visszatolatás. Nem tolattál. De, tolattam. Ne szívass. Isten bizony. Nem mentél a... Ne. Hajnalban nem olyan probléma. Melyik sárban? Vészfillogóval mentem. Ja, jó. Jó. Hát aztán utána meg hát az M7-es hibái, tudod, azért vannak ezek. Ezután még voltak az M7-esnek hibái, hogy tolattál? Igen, ő volt a hibás. Az M7-esnek azok a hibái, hogy vannak ezek a hajnali ugráló emberek, tudod, akik úgy nehogy elaludjanak, ilyen akciókat hajtanak végre a három sávban. Nem biztos, hogy jó sávban volt, ha emberek ugráltak el előled. Mész úgy rendesen, amely megengedett, mit tudom én, nézzem. Hát amennyivel tud tolatni az autó. Igen, és ott eléd ugrál a három üres sáv. Érted, hogy csináljon valami, hogy is mondjam, produkció. Nem valami korányító pláza folyosóján autóztál, vagy valami ilyesmi? Jé, egy Berska. És akkor utána felkelt a nap. Tehát azt meg tudod, hogyha jössz fel Pestre, az ilyenkor szembe, persze Lacikával már élveztük már ezt is. Az pont szemmagasságban, és úgy, hogy akármennyire hajtod le, tehát semmit nem tudok. Először fölnyomom az ülést annyira, tudod, igen, hogy a fejem, fényezzem a fejemet, a plafonnal, és úgy napszemüveg, és még úgy sem. Szóval ez a felkelő napnál nincsen rohadtabb. Nincsen rohadtabb. Az fejgép, igen. Ezt mondták sokan a bölcsek, keleti bölcsek, és a felkelő napnál nincs rohadtabb. Tibetiek is így mondják. Van is erről egy dal. Felkelő napháza, igen. Igen, de egyébként nekem is volt most autós kalandom, én tegnap bementem tankolni egy kicsi benzinkútra. Két kút van összesen, és nekem jobb oldalon van a tank. Tehát én utálom ezt az áthúzom a túloldalra dolgot, mert akkor tud végig tartani kell. De az a bulis, az nagyon baj, látják. Ez férfi. Ez túloldalon tankol, ez egy férfi. Ott tankol halakat. Úristen, ez meg tudja csinálni. Nem, én azon az oldalon szeretek megállni. És át előttem egy autó, a másiknál is álltak, és mondom, jó van, ez már ott tollászkodik a kocsi körül, megy be fizetni, ez fog hamarabb végezni. Beálltam mögé, csávó bement, a szokásosat szerintem megcsinálta bent. Pontgyűjtőkártyám van, autópálya matricát szeretnék, és akkor hát latte vagy kapucsi? Nem is tudom, mert itt egy kapucsi. Maga mit ajánlott? Igazából laktózos vagyok. Mindegy, a csávó visszakeveredett az autóhoz, és az autó mellett, ez egy kék Skoda volt, megállt a csávó, elővette a kis ilyen várra akasztató, nem is autós táska ez, hanem ez a rettenetes ilyen kéjölő, ilyen műbőr szatyorszerű oldaltáska. Balagási szatyor. Kivette belőle a forgalmit, és a blokkot, vagy valószínűleg ezt számlát kérte, egyébként elszámolja a benzint, elkezdte olyan méretűre hajtogatni, de mint egy... Nem hiszed, minden nyálaszta az ujját. Összehajtotta, és így nem tudta bedugni a forgalmiba. Kínlódott vele. És mondom, nem hittem el. És még nem akartam villogni neki, vagy dudálni, nem vagyok egy paraszt, de hogy... Elég baj! De várjál, ez nem olyan történet lesz, mint a múltkor, nem? De ez, hát amikor, Gyuri... Amikor elmesélt, és szétkarcoltál valakit a benzinkúton, aztán jelentkezett SMS-ben, és elmesélte, hogy nem is ez úgy nem van, fog jelentkezni. Nem fog jelentkezni. Mobiltelefon nem láttam nála, mert még közben SMS-ezhetett volna. És utána még elkezdte az oldal zsebében, ennek a táskának begyürkélni a dolgot.
És akkor nagy nehezen beült az autóba. Mondom, az hogy bírtad ki? Ne hülyeskedj, kimegyek én és... Agy... Nem, ő ilyenkor azt csinálja, hogy szorítja a kormányt, és úgy üvölt, tehát ki nem szól, nem. De úgy magában én azonnal. Én azonnal. De most ezt a Gyuri nem feltételezi, ez így van. Tehát ez tényleg így van, üvöltöttem az autóban, és menetet vágtam az ujjaimmal a kormányba, és a csávó beült, és tudod, mit csinált? Láttam tökéletesen hátulról. Az a ízléstelen szélvédőre felcuppantom a... Ja, sem, ő nem vette észre, hogy ott vagyok mögötte. Felcuppantom a telefont, a vézen elkezdte végig ellenőrizni az útvonalat, amit megy, tudod, így az ujjával így végigment rajta. Lejátszotta, mi? Alkotásút, M1, M7, Székesfehérvár. Tudod az otthoni címét, azt is láttad, nem? Nem, annyira nem volt jó a szemem. Megőrültem tőle. Komolyan. És akkor amikor elhajtott, na, akkor voltam annyira bátor, hogy rávillantottam kettőt. Gratulációként. De ő azt hitte, hogy üdvözled, és integetett vissza. Igen, ő azt hitte, barátok vagyunk örökre. Én ilyenkor azt csinálom, hogy egy picit izének kimegyek, és tolom ki a... Tök jó, hogy tízig. Te olyan szar az autó, hogy annak már mindegy. Annyira élvezem, hogy már le van pusztulva, lejárt, hogy szóval törve. Mesélj majd még tízig egy-két sajátos közlekedési módszeredről. Abszolút, én ezekre nagyon bevő vagyok. Én nagyon sokat üvöltök az autóban. Sávváltást, ahogy mikor nem engednek be, tudod, besoroló sávon, én azt imádom. Ráhúzom a korsít. Öpám, figyelj már, nekem tök mindegy. Meddig, úgy félnek tőlem, hogy meddig volt egy autópentolatás, egy sávváltáskor ráhúzás. Ez jó? Messe, gyerekek, tudjátok, ez egy rádió. Persze, hát bármit lehet. Bármit lehet. Csak nem fogom lebuktatni magam, hogy mennyivel jöttem föl. Nem is a János volt az. Hú, gyerekek, csak iszonyatos. Csak őket. És gondoltam, elveszem tőlük a sztorit, és behozom hozzád. Jó, oké, rendben. Na nézzük meg gyorsan az SMS-eket. Voga egy nagyon szép ember, fején egy új fejhallgatóval, Laca Biáról. Köszönt téged. Jó reggelt. 608-as Svej reggelt. Ha jól gondolom, akkor most pénteken nem lesztek. Szép napot, kellemes hétvégét. Tiszaug mellől, Szelevényről. Jól gondolod. És hétfőn sem. Szerintem az is nagyon fontos, mert többen írták tegnap a Facebookon, hogy hétfőn már vagytok. Nem leszünk. Nem, kedden leszünk legközelebb. Ez az. Jó ezt tisztázni. Jó, szögezzük le ezeket a dolgokat, viszont kedden jössz meg inbokci. Igen, jaj, de jó. Hát én örülnék. Megint itt tartunk, ne beszéljük meg százszor. Olyan sokszor mondtad, hogy... Már gyanús. Miért könnyes a szemed közben? Én örülnék. Jó szerencsét, köszönöm, hogy tegnap szorítottatok nekem és a többi felvételizőnek, mert a kívánt helyre felvettek. Ha tanulok újabb matematika tanárral, bővül a családunk. De jó. Gratulálunk. Az szuper, tegnap megjöttek este a pontszámok. Fiam is mondta, hogy kapott mosolygós, mert ilyen a rendszer, mosolygós jellel, hogy gratulálunk, felvettek az első helyre, ahova jelentkeztél. Egyébként megnézte, gyereknek 2,5-szer annyi pontja van, mint amennyi a pont határ az egyetemen. Tehát, hogy ilyen... Nekem ennyi tűnik, dolgozott hogy... feleslegesen? Hát, ezek szerint igen. Vagy nagyon alul volt a limit. Hát figyelj, nagyon. Tényleg? Ja, levittek, bocsánat. Hát most valami 200 valamennyi pont volt, neki meg van 460, 70, nem tudom. Hát, valami nem megyen egy másikra is. Én azt mondtam, hogy szerintem ezzel az összes egyetemre fölvettek Magyarországon. Tehát ha akarsz, akkor lehet gépészmérnök is, bár törire jelentkezett. Azt mondja, jó reggelt, bemondó uraim, egyszerűen lenyűgöznek a Tisza éjszakai hangjai. Minden percben történik valami, kár átaludni az élményt, a McLaren-es. Jó folyóparti éjszaka. Csodálatos reggelt a 608-as csapatnak. Vokcit nagyon várjuk. Vers Lacinak. Lacinál a vakondokok okozzák a gondot. Kiskertjében túr mászik ez az undok. Golyót nyom a Laci szegény járatába. Illatozni fog majd ez a szerencsétlen pára. Kösz. Szép napot, szép hétvégét nektek. Várom a keddet. Imádás, Bogár Tibi. Aztán jó reggelt, megérkezett az óra, amihez egy aukciós oldalon jutottam hozzá, ez egy Seiko a 90-es évekből. Ó, Gyuri, te ezt értékelnéd. Nagyon, igen. Azt mondja, gyermek izgalommal téptem fel a csomagolását, gyönyörű, nem használhatom a munkámban, mert hamar tönkre megy. Az jó, ha van egy órád, amit igazából nem veszel föl, mert félted. Mi a munkája, mert hogyha egyébként itt tudom én ilyen pöcegödör takarítás, akkor persze, hogy hamar tönkre megy. Hát de abban minden óra. Igen. Egyébként. Na jó, oké, rendben, nézzük Anett időjárás jelentését. Azt mondja, hogy ma és holnap még szabadságon lesz a kánikula, hétvégére viszont visszatér a 35 fok, ma is látjuk majd a napot, de a felhők is aktívak lesznek, többször zápor, zivatar is kialakulhat, még a holnap is így alakul, a 30 fok mellett a szél is élénknek ígérkezik. Szélénk lesz az él. Hétvégére aztán újra napos, csapadékmentes időben lesz részünk, hétfőn viszont egy hidegfront állhat újra a hőség útjába. Oxi, Jakab és Kristóf névnap van, Isten éltesse őket. Évfordulók. 153 éve az amerikai Seth Wheeler szabadalmaztatta a WC papírt. De jó ember. Köszönjük neki. Azért nagy találmány.
De milyen egyszerű volt annak idején, tényleg még egy ilyennel is történelmet tudtál írni, hogy a WC-papírt kitaláltad. És az első, azt tudjátok, hogy lapkákból állt, meg hajtogatos volt. Ja, de nem emlékeztek meg. Mi az fele, a sejjenpapír szerű? Igen, egyik fele fényes volt, a másik érdes volt, igen, tehát lehetett izé nagyon... Választani. Mi, mikor nagyon milyen napon finomítani, a végén polírozni. Hű, ehhez az érdes kell. Azt mondja, Amerikában bárki, Európában viszont kizárólag a tehetősek használták. A többiek mosakodtak, vagy kukoricacsúhét használtak. Ó, a szegények mosakodtak. Igen, csak ezt az érdeset használták a gazdagok. Bot, végén rongy, meg mit tudom én. És a férfiak egy bot. Szivacs, csak... egymásnak szivacs. Ja, egymásnak, igen. Igen, hát te mesélted nekünk. Igen. 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 Hát én ebben nagyon otthon vagyok. Ki is próbáltam mindegy. Szomszéd Giuseppével ilyen botos szivacs, az próba volt. Persze. Ami csak tanulhatunk, hát nyilván többször csináltad, mint mi. 57 éve a Beatles más angol zenekarokkal együtt kérte a kormányt, hogy tegye legálissá a marihuánát. Az jó lehetett, megírták a levelet. Királynőnek. Ugrottak rá egyből, igen. Gondolom. Igen, mi is nagyon szeretjük a Love Me Do, de nem. Köszönjük szépen. 57 éves a mai napom Matt LeBlanc, a jó barátok Joy-ja, Isten éltesse őt is. 44 éve jelent meg Amerikában az AC/DC 8. albuma a Back in Black. Yeah. Köszönjük szépen nekik. 41 éves a Metallica együttes első albuma, a Kill 'Em All, amit az első thrash metal albumnak tartanak. Hú, a thrash metal az, amiben már nagyon üvöltenek. Ebben a műfajban nem vagyok otthon. Én sem, és nem véletlenül. 15 éve ezen a napon Felipe Massa súlyos fejsérülést szenvedett a Hungaroringen. Igen, az szörnyű volt. Na jó, Gyuri időjárás jelentése. Keszthely 16 fok, maximum 28 fok lesz napsütéssel. Ózdon 15 fok van most, később 28 fok lesz. 13 fok van Calgaryban, 21 fokra számíthatnak ott. Szarvason 16 fok van, 27 fok is lehet napsütéssel. Budapesten pedig most 15 fok van. Hála a jó Istennek, igen. Annyira jó hűvös de este jó volt. De jó volt kilépni, nem? Hajnalban. Úgyhogy kellemesen. De felfrissítettek. Görcsölt a lábam reggel. Tudtam, hogy hideg van. Ezért betakarod. Igen, és 28 fok lehet Budapesten napsütéssel. Köszönjük szépen, na nézzük akkor a témáinkat. 7 óra után, ez, gyerekek, ez, én nem tudom, miért akadt meg a szemem ezen a cikken, de én ezeket bírom. Akus, fúró, csavarbehajtók tesztje. Hát lassan férfivá érez, az azt jelenti. Lehet. Lehet. Én nagyon alul szerszámozott vagyok otthon, mert egy ilyen barkács analfabéta vagyok. Köszönjük ezt az infó. Igen. Micsoda? Hát alul vagy szerszámozott. Beszéljünk a fúrokról, jó? Inkább, és akkor majd ez később. De az is veszélyes. Nincsenek otthon nagyon szerszámaim. Aha. Ez a lényeg. Jó. Jó, okay. Jó? Érthető? Mindenkinek érthető. Értjük a frusztrációdat évek volt. De tényleg mit csinálsz akkor, ha fúrni kell egy lyukat? Hát a szomszédba? Hát körülbelül igen, egyébként ez történik. És hogy Gyurival beszélgettünk erről, mert te se vagy egy nagy spíler. Nem, egyébként. Nem. Nálam azért vannak eszközök, de nem tudom őket használni. Eszközök? Hát van például ilyen csiszolótot hagytak nekem a srácok, majd egyszer elviszik. De milyen? Parketta csiszolót? Az. Parketta csiszolót van. Hülye vagy, ezt adj már kölcsön. Te normális vagy, az 100 000-ért lehet bérbe adni, ne csináld. Na, akkor ezt megbeszéljük majd adás közben. Egy rendes, az a gép, amivel a parkettát csiszolják. Aha, igen. Nem az enyém, de az egy vagy, az mindegy, hát az bérbe. Már a tiéd, hát hallgassál róla, talán nem kellett volna bemondani. Késő. Jó, még van egy pedig dolog, mert konzultálunk János, mit tudsz belőle használni és mennyire. Rendben van, oké. Okay. Na jó van, de hát azért ettől függetlenül azoknak a férfiaknak a háztartásában is történnek azért dolgok, szerelni valók. Persze. Akik felkészületlenek. Én nagyon nagy spiller vagyok. Én múltkor össze akartam írni a szerszámot, és 100-nál abba hagytam. Komolyan. Azt a szentségét. Befejeztem, kész, nem érdekel. De fia, van 100 szerszámod, akkor van olyan, amire nem emlékszel? Tehát azt, mit tudom én, nem 20 az, hogy éve nem emlékszem, használtad. Hanem azért írtam össze, mert egy itinert csináltam, hogy mi hol van, mert nekem ez a problémám, érted, hogy amikor munkafázis van, tehát dolgozom, akkor a munkának körülbelül 90%-a azzal telik, hogy hova a tettem. Azt érted. És mindig ott van persze természetes a szemed előtt. Igen, meg ezek annyi darabból állnak. Ezt cserélt ki rajta, azt cserélt ki rajta, ilyen papírt kell ráerősíteni, ilyen fejet cseréljél rajta. Igen. Követhetetlen, nincs minden fejed meg. De hogy követhetetlen, a munkafázis dönti el, hogy milyen szerszámot használsz. És én úgy is vásárlom őket. Érted? Tehát nem úgy vásárolom, hogy bemegyek a szerszámboltba, és az, hogy meg tetszett nekem ez az akus. Nem úgy shoppingolsz, mint Anett a plázában? Impulzus vásárló. Ezt akartam mondani, hogy én például az akus csavar
vagy ezt a fúrót azért igen. vettem, mert hogy megláttam a boltban, hogy most ez milyen jó áron van, mindenki vette. Akciós, igen. Nekem is kell egy. De most, hogy egy akut csavarúzó le van árazva, ott valami gáz van, az szóval abból érdemes jót venni, mert azt nagyon sokszor használ. Adtak hozzá egy konzervúborkát is, tudod. Nem, hát azok olyanok, körülbelül egy csavart betekersz, azt utána kész kampó. Na jó, de te akkor tőle tudunk tanulni, mert hogy igazából az, hogy mondom, feladat azért nálunk is van, felmerül a háztartásban, a ház körül, a lakásban, ez az, csak ilyenkor jövünk mi az ilyen rettenetes megoldásaink az ilyen eszkábálásokkal, mert nincs hozzá eszköz. Igen, nekünk ez átláthatatlan, és akkor arra gondoltunk, hogy dumálhatnánk erről, megragadnánk az alkalmat, hogy egy picit segíts nekünk ebben, hogy mi az az alapfelszerelés szerszámokból, amik baromi jó, hogyha megvan, azzal már meg lehet oldani szinte minden, de nem költjük túl magunkat, meg azért meg is értjük, hogy mi mire van. Nagyon helyes. Igen, mert azért szerszámig én nem akarok elmenni. Tehát tudom, hogy vannak olyan speciális izék, hogy fa élező, simító, nem Laci, kell. Te tudod, hol szoktál vásárolni, jól nem hiszem, gyakran te Lidben szoktál vásárolni. Abszolút. Na hát, ott van egy középső sor, ahol olyan szerszámkészlet van, hogy iha, érted? Tehát az egy alkalomra kiváló. Vettem ilyen sövénynyírót ott, ilyen kézi, kicsi, ekkora akus. Azt nem szabad. Mert az odaér egy ilyen erősebb sövényákhoz, és akkor hogy... Igen, igen, és akkor ez, nem csak, hogy lemerül egyből, hanem le is merül. Az csak a bonszájra való. De rá van írva, hogy ezért 2 millimétert jó. Tehát már olyan átmérő. Jó, de kinek van olyan sövény, ami csak 2 milliméteresből áll? Hát az na, minden. Jó, a lényeg az, hogy segíteni fogsz nekünk abban, hogy egy férfinak milyen alapszerszámkészletre van szüksége ahhoz, hogy a felesége előtt soha ne égjen be. Így van, ahhoz elég egy kalapács. És jó helyre kell ülni. Na, jó. És nem égsz be. Egy ideig. Amíg le nem esik a kép, igen, amit fölraktál vele. Na jó, és aztán vendégünk lesz 8 óra után, mert hogy érkezik hozzánk Körtész. Mert képzeljétek el, ennek a csávónak megint van egy új dala. Bizony. Úgyhogy ezt be fogjuk mutatni. Kegyelem az a címe. Kegyelem, így egyébként van. Egyébként picit meg is mutathatunk most belőle, mert kiszedtünk. Na. Na hát nagyjából egyelőre ennyi, de majd az egész dalt meghallgatjuk 8 óra igen. után Körtisszel együtt. Így van, és annyi az érdekessége egyébként többek között, hogy nem rappel benne, képzeljétek, hanem énekel mondani. Végig. Az tehát ugyanígy lesz végig a dal. Már nem tud rappelni? Nem tudom, vagy most tanul meg énekelni, nem tudom. Elment a hangja, nem tud rappelni, azért énekel. Értem. Nem, egyébként hát eléggé monumentálisnak tűnik a dolog. Hát igen. Már is a fülembe ment. De hogy miért bémolban írta? Ezt meg fogjuk tőle kérdezni. De jó, mi annyi kérdésen törtük a fejünket, ez nem jutott eszünkbe, úgyhogy jó, az abszolút jöttél. Halásomat akartam fényezni. Abszolút. A rossz sebet tegnap belehallgattam én, és azt megnéztem, mibe. Majd felkészítem előtte, figyelj, János, meg fog támadni ezzel a bélmol dologgal. Nem bélmol. Jézusom. Zsémajor szerintem. Jó, tehát 8 óra után érkezik hozzánk Körtisz, és akkor megmutatjuk a Kegyelem című dalt egy az egyben. 9 óra után Vályi Pistával beszélgetünk, mert hogy csütörtök van, autós téma, és ő itt a Kressz változásról beszél majd nekünk. Így van, egy új Kressz szabályrendszer előkészítése zajlik, és ezzel kapcsolatban vannak ilyen társadalmi beszélgetések, és többek között az is felmerült, hogy jó lehetne a gondolat, hogy mondjuk a szülő taníthassa a gyereket vezetni, nyilván a megfelelő keretek Atya között. Úr, a megfelelő óvintézkedésekkel. De 10 millió oktató országa. Mi jó, hogy már itt vagyok Pesten. Te nagy oktató lennél, igen. Olyaj, hűbesz mennyi. Szóval ezekről fog beszélni majd egy kicsit a Pista, hogy milyen ötletek merültek még fel, és hogy melyikben mekkora logika van, és hogy egyébként hosszú távon, hogy működne, ha működne. Jó, tehát egyelőre ez még nem Kressz, hanem még csak az előkészítő zajlik. Hát 25-ben már kijön állítólag. Igen. Ó, nagyon várjuk. És a szülői felügyelet melletti, vagy mi az Isten vezetés tanítás mellett van ilyen is, hogy szimulátor. Mi? Szimulátor. Jó, az nem biztos, hogy haszontalan. Hát otthon, tök jó a szobában. Ja, de, de a szimulátort, vagy a jogcsit szimulátorhoz kötik simán frankó, mert hát a tinédzserek már visszamenőleg, szerintem az én generációmra mindegyik ilyen autószimulátoron nőtt fel. Ha a GTA-t elfogadják, akkor nekem már profi jogsim is lehetne. Elég, ha bemutatod a szoftver blokkját. Simán. És akkor már vezethet is. Annyi autós üldözés, senki nem csinálta. Aztán nincs probléma, hogy hány kilométert vezethet. Abszolút, lehet tolatni az autópályán, ha valaki ilyen hülye, hogy ilyet csinál, ugye láttál ilyet.
Jól van, erről beszélünk Vályi Pistával, most pedig a tegnapi nap legjobb pillanatai jönnek. Ugye itt Elon Musk új fejlesztéséről van szó, ő humanoid robotokat hozott már létre, és ezt a Tesla gyárban alkalmazni is fogja, de pár éven belül ez még lehet, hogy a mi háztartásainkban előfordul majd. Rab Árpád jövőkutatóval beszéltünk erről. Mond, ma mi nyűgöz le, Laci? 3:47, itt vagyunk Vokcival együtt, hogyha valaki nem figyelt volna, akkor itt van ma reggel velünk. Szia, Vokci, sziasztok, megint. Sziasztok. Na nézzünk pár SMS-t. Laci, téged üldöznek a benzinkutas sztorik. Nem, engem mindenki üldöz, aki tötymörögve csinálja a dolgát. Igen, a Lacinak mindenhol vannak konfliktusai, de a benzinkút az, ahol kénytelen bele is állni. Ugye ott azért addig, amíg nem végzed el a dolgot, addig muszáj maradni. Muszáj. És nekem van egy nagyon nagy tervem. Például bankban ügyintézésnél, amikor előttem valaki egy fél óráig intéz egy számla ellenőrzést, vagy egy átutalást, hogy utána így, amikor lelép a pulttól, akkor oda megyek, így fölemelem az ujjam, és azt mondja, na most figyeljen. És megcsinálom 10 másodperc alatt. Ezek a vágyak. Igen, nem, engem egyikben nem a tötyörgés, de az is jó sem. De amikor utána még, és Ancika, nem lehetne még azt, hogy, és tudod, ezek az utójáték, azt a rohadt életbe. Igen, a jó pofáskodás. Igen, mm-hmm. Igen, tehát valami személyes dolgot még beleviszek a végén, miközben mögötted halnak meg emberek. Viszont. Igen. Pusztul a világ, te meg jó pofáskodsz Ancikával. Igen, ez az. Igen. Jó reggel, külföldön évek óta bevett szokás, hogy a szülők tanítják a gyereket vezetni, és működik. Én inkább a pszichológiai teszt bevezetését sürgetném, talán így kiszűrhetőek lennének az agresszív, büntetőfékezős elmebetegek. És ez a pszichológiai teszt, ez időről időre felmerül. Nem tudom, hogy hivatalos szinteken, de amúgy szerintem az embernek egy jó érzés alapján simán. Én meg ellenőrizném a 8 általános végzettséget. Hát attól hogy meg lehet. Mindenkinek megvan-e, vagy mire gondolsz? Úgy van, bizony. Hát én mikor tanítottam, nálam ez egy bevett szokás volt, hogy megkerestek engem emberek ezzel, hogy szerezzek bizonyítványt nekik. Aha. Hát ebben nem mentem bele. Ma marha keveset adtak volna. Nem mindig. Jó reggelt, Istenek, Vokci, jó, hogy itt vagy, de én örülök, hogy 10 után indulsz vissza, én meg 9:30-kor. Rohadt jó, a műsor korán reggel szakadok, írja nekünk Laci. Hát igen, de oda már előre felé mész az autóval vissza. 10-kor, úgyhogy mindenki nyugodjon meg. Na, gyerekek, bulvárvilága, Vokci, ismerős a rovat szerintem. Mesélek nektek, a Next Top Model Hungary volt egy ilyen modellverseny a tévében. Igen, 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 nem néztem. Követted-e? Vagy nem. Valami ilyet láttam, hogy benne nők voltak, ugye? Igen, igen, igen. Az igen. Volt az. A nős igen, műsor. A nős lehet, műsor. Hogy a Playboy villa lányai volt, de valamelyiket néztem. Igen, na most az egyik versenyző, Szaniszló Kitti, ő most párjával összekötötte az életét, esküvő volt, és képzeljétek el, ez volt a hírekben, hogy annyira meghatóra sikerült az anyakönyvvezetős szertartás, aha, hogy még az anyakönyvvezető is elsírta magát. Hú, de ronda lehet. Saját szövegén. Vagy a vőlegény volt ronda, vagy a hát sírni csak a győztesnek szabad. De nem, hát az anyakönyvvezető elsírja magát. Tehát ezek eleve ez az anyakönyvvezetős házasságkötés, ez egy rettenetes ceremónia. Tehát a milyen, hát, milyen kis... Jó, ilyen... nézd, olyan, általában olyan zenét választasz, ami már eleve sírós zene, érted? Nálam az mentette meg az egészet, hogy én rendeltem valami Bachot, és akkor az történt, hogy oda jött egy ilyen lagzis csávó egy kázióval, és ilyen automatában lenyomta utolt a kísérlete, és ez annyira jól esett, mert én is ugye azt mondom, hogy pityergés lesz, meg az Ildikónak is remegett a lába, kezében a virág csak cizeget, mint azért a, tudod, a sztaniol, vagy mi a fene papír van, és ez de, mentette meg, érted? De akkor egy... te talál dobott rendesen. Hát fetrengtem a röhögést. Még ha ez anyakönyvvezető is elhúzta a száját. De nálunk meg az volt, hogy szerintem a világ legnagyobb mellő anyakönyvvezetőjénél kötöttünk házasságot. Milyen érdekes, hogy az esküvődön ezt szugeráltad. Figyelj, Gyuri, azt nem tudtam. Elnézést, volna. Nem félek hozzá az aláíráshoz. Odébb írni a cickót. Kihúzhatom a könyvet alól. Csak itt széthajtod, és közé. És visszacuppan a fület. A piros-fehér zöld szalagít, vagy szét kell húzni. De azok beleakad. Hát azt tartotta össze a szalag. Igazából. Tehát én egyébként úgy semmi más nem volt rajta, csak az a szalag, ez megint más, más műfaj volt.
nagy mell is egy szalag. Hova vittem? Széles három. Matrikolorban jöttem. Nem, igazából én erre úgy tekintek már utólag, hogy szerintem ez egy ilyen utolsó kísértés volt. Tehát, hogyha ezt kibírom, akkor tényleg a feleségem, vagy a mennyasszonyomat akarom elvenni feleségem. Nem a legény búcsúdon volt ez, Laci? Nem, abszolút nem úgy volt. És még nem volt rajta szöges sop. Így meséljen az ember. Még egy nagyon jó volt a... Így is egy ostor, hogy írd alá tegyek. Nem, még egy nagyon jó volt. Hiszen barátaid oda szorítottak a székhez. Nem, teljesen őszánta bocsátam a dolgot. Egyébként a Hajós András volt a tanúm, aki miatt egyébként késett az egész ceremónia. Ő rendezte nagy mellőt akkor ezek szerint? Nem, ő semmit nem rendezett, mert ő eleve késett egy fél órát, mert ő beült a taxiba a belvárosban, és ő mondta, hogy tanúnak megyek a harmadik kerületbe, és elvitték a harmadik kerületi bíróságra. És anyósom meg már akkor annyira izgatott volt, ott Óbudán voltunk a főtéren, hogy azt láttam rajta, hogy most már neki tök mindegy, csak bemegy, és ő valakihez hozzámegy, csak hogy meglegyen az esküvő. Úgyhogy igazából ez óriási sikersztori volt. Nálam esküvőnél meg az volt, hogy hát szűk családi kör, mondom, hát ebből nem lesz pénz a mennyasszony táncnál, viszont találkoztam egy Beló Janiszos barátommal, egy görög csávval, Kunelász Janisszal, és mondtam neki, hogy mit csinálsz te itt, te hülye? Már az anyakönyvezetű hülye. Mondom, hát esküszöm. Mondom, most megyek férhez, vagy hogy mondják, mit egyszer. Férhez, aha. Most lesz az esküvő. Figyelj, Kunerász Janisz, az a helyzet, hogy férhez megyek. Mondom, tényleg, Janisz, nem akarsz eljönni az esküvőmre? De, hozhatom a haverjét. Persze, hozd a haverjét. Megjelentek 30-an. Görögök komolyan veszik a bulit. Te, és tudod, ilyen rövid adrág, egy szál póló, ami piszok jó volt. Na, aztán jött az izét, a mennyasszony tánc. Na, akkor azt is még a káziós fickó húzta? Nem, ott már rendes zenekar volt. Nem csak a Bachra hívtunk. És ez tiszti zenekar volt, már mind, hogy is mondjuk, katona zenekar. És hát mert ez egy laktanyában, nem laktanyában, mindenki tiszti klub. Na, és a lényeg az, hogy oda mentek, és a rokonoktól kunyeráltak pénzt. Menj azt, hogy tanszott. Kunerász Janisz összeszedte a lóvét. Mondta, hogy mennyit kér belőle, és akkor így 10%-ot megtartott tuti költségnek magának. Ügyes, mert tudod mennyit, az fú, nagyon jó kis összeget összetartott. Azt a szentségét. Na jó, mindegy, ez egy különleges műfaj, az anyakönyvvezetős dolog. Hírek után jövünk vissza szerszámokkal, mert hogy arról beszélgetünk, itt Vokci lesz a nagy tanítómesterünk. Nekik mi ilyen barkács analfabéták vagyunk Gyurival igazából. Ha van is valami, nem tudjuk használni, de inkább a semmi az, ami otthon van nekik. Igen, viszont Anett engem nagyon meglepett, mert hogy gyakorlatilag közülünk ő az, aki a legügyesebb szerintem. Szeretett a csavar belhajtóba, igen. Csavar, igen. És Vokci fog nekünk abban segíteni, jó. Te segítesz abban, hogy összerakjunk egy olyan alapszerszámkészletet, okay. Amire minden férfinek szüksége van, jó. Akinek háza, lakása van. Helyes. Ezzel jövünk a hírek után. Ez a Bocskor! 2 perc múlva, 4:08, jó reggelt mindenkinek. Szia, Vokci! Hello, sziasztok! Hello, szia, Gyuri! Jó reggelt, szevasztok! Szia, Anett! Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt! Itt van pár SMS. Vokci, szégyeljed el magad! Jaj! Még mindig piszok jól nézel ki. Basszus, te bizonyítod, hogy a nevetés fiatalít. Én már egy fejjel kisebb vagyok, rajtad kicsorbulnak az évek vasfogai örök rajongó tekilás. No. Wow! Köszönöm. De jó, minket férfiak nem szoktak dicsérni, hogy jól nézünk ki, csak nők. Be kellett jönnöd. Szexuális beállítottságom úgy. Az ember változik. Így, akkor ez is kiderült. Jó, amikor már nem tudsz csajozni körülkezni, milyen egyéb lehetőségek és opciók vannak. Hát egy idő már. Után minden elismerés öröm. Hát ez már nem... Jó nézem ki. Hát ez már nem megy, akkor mivel töltsem az estét. Hát igen. Jó reggelt, Vokci, szerintem egy alapkészletben elég. Ja, és akkor itt felsorolja már, hogy milyen szerszámok itt a témával kapcsolatban. Vokcinak... Ne lőd le, mert akkor nem. Egyeztetünk, jó? Abszolút. Vokcinak köszönöm a tippet. A reggeli vizelet 10 liter vízzel higítva remek, úgy nő a paradicsom és a paprika, hogy csendes estéken hallani a súrogást, ahogy a levelek özönlenek a növény szárából. Subi írja. Atyám. Igen, én is itt vizelet. Szoktam. Nem, hát igen. Az nem nő az a növény, hanem szerintem menekül az erkélyedről. Nem, igen. Nem, higítani kell. Tehát, érted, odaállsz a paradicsom mellé, iszol, mint az állat, és rögtön jön. Akkor az volt a bazinagy görög lagzi Vogával és Kulunisz Janisszal. Igen, ez még itt az esküvő lesz. Jó, oké. Sziasztok, csak jelzem, hogy a bocsizacsi megint tesztelve 10 kilós dinnye belefért, Vokci Isten hozott, pusszantás zöldséges Zsolt. Szuper. Na, jó van, gyerekek. Na, akkor szerszámokról beszéljünk egy kicsit, és tényleg
én sem értem magamat, de megakadt a szemem ezen a cikken, hogy akus, fúrók és csavar behajtók tesztje. Mert azért én, amikor elvetődöm egy ilyen barkácsáruházba, akkor jó, megyünk így a kertészeti rész, nem tudom éppen, ami kell, de a szerszámosztályon ott ámulok, hogy mik vannak. Egyáltalán. De most én azért látom, hogy ott azért jelentős milliókat el lehetne költeni. Oh. Egyébként az ember nincs is feladatod, csak azt mondod, hogy azért lehet, hogy jó, ha van otthon egy ilyen. És én azt érzem, hogy ezzel meg lennék vezetve, mert nem értek hozzá, ezerféle cucc van, bizony. És nem hiszem el, hogy ezeket mind meg kéne venni ahhoz, igen, hogy nekem frankó legyen otthon. Nem is kell. Nem. De meg kell venni. Komolyan? Igen, mert attól függ, milyen munkafázist csinálsz. Tehát én például asztaloskodok, vagy ha például azért a vizes blokkot szerez, vagy ha például utána ajtót szerez, tehát oda mind más eszköz kell, vagy a kerti szerszámok, így van. Tehát vannak alapcuccok persze, ami mindenhez kell, de én nagyon sokat asztaloskodom, emiatt aztán elég bő a szerszámkészlet. Hát jó, ezek már külön szakmák, persze. De ugye itt most főleg arról beszélünk, ami mondjuk otthon egy háztartásban valami elromlik, leesik, vissza kell rakni, föl kell szerelni valamit, hogy ehhez milyen alap szerszám. Én nem tudom, ti mekkora szerelők vagytok, Gyuri, az tudom, hogy nem. Tehát egy WC-tartály bármikor szétszedek, összerakok. Hát az könnyedenek, le kell venni a tetejét, és igen, akkor utána meglebegteted azt a kis úszót. Azt a nagy rosszabbet, persze, nem. Ki kell venni az egészet, és kitisztítani. Az körülbelül 4-5 darabból áll, azokat ki kell mosnod, át kell fújnod, vízköteleníteni kell, stb. Én már azzal meg tudtam csinálni, hogy fogtam, és akkor így felhúztam szépen, és akkor onnantól működött. Igen, akkor kiesett a vízkő, és akkor utána működik még a szelep. De aztán utána annak is vége lesz ide. És nálatok mi volt az első pont, amikor azt éreztétek, hogy nem hívok szakembert, mert rohadt sok pénz, majd én inkább megoldom. Hát, Anett? Én például tudok glettelni. Wow! Hát az naponta szokszunk glettelni. János a glettmester. Hazamegyek és glettelek. Jó, de én miattad nem járok pilátesztre sem. De nem a gittelésen kevered? Anett profin gittel. Lehet, hogy összekeveredtek a reggelente. Lehet, hogy összekeveredtek a szavak. Anett, akkor most te végül is mit tudsz megcsinálni? Mi meg mit barkácsolsz? Glettelsz vagy gittelsz? Az egyik az üveggel van, vagy először gittelsz, és azzal... Mondjam el, hogy inkább körbeírom, jó? Mert jó. Ezek szerint már nem tudom, hogy mit tudok. Szóval, hogy amikor a falon hibákat... Falon. Igen. Az mi? Az jól mondtad, az a glettelés. Na, és hát de van, de van hozzá kanalat, vagy ez évakoló? Mindenem van. Mit? Na, ahhoz mindenem van. Azért, mert én még az előző lakásomban kértem egy árajánlatot, hogy a tárolomban a hibákat javítsák ki, mielőtt lefestik, és olyan árajánlatot kaptam, hogy azt mondtam, hogy figyelj, hát én megtanulom akkor a YouTube-ról ezt a menetet, mert hogy ennyit nem vagyok hajlandó kifizetni. De te kevered be a gittet? Nem, vesztek az anyagot. Előre bekevered, vödröset lesz. Tudod, most már lehet kapni ezeket a kész, persze, hogy ne, kész cuccokat, és akkor én azzal dolgoztam. Van egy olyan szakember, aki késztermékeket dolgozik. Én dolgozom. Igen, ez a specialitás. És én vettem utána ezt a csiszoló igen, van egy ilyen gépet. Aha, de igen, az nem kell gépet, hát egy sima ilyen dörzsi szíves. Hát megvetted ezt a cuccot, mondani, meg a gépet, meg mindent annyiból, meg a glettelő embert is kifizetted volna. Nem, hidd el nekem, hogy nem. És képzeld el, Vokci, hogy később rájöttem, hogy sima csiszoló papírral sokkal szebben és egyenletesebben tudom a falat megművelni. Tehát levettél egy képet, ott volt egy pici lyuk, azt megintelted, vagy meglettelted, és utána egy csiszoló gépen rá. Tudsz te. Igen, ezt én megcsináltam a tárolómat, és utána én ezt ki is festettem. Gyuri, neked mi volt az ilyen nagy büszkeséget szerelésben? Nekem, ami baromi nagy büszkeség, és nem magamnál, ha már a glettelésnél tartom, mert magamnál nem mertem ilyet soha csinálni, de barátomnál vertem le csempét. Otthon nem glettelek. Vertem le csempét, festettem, és még parkettázásban is tudtam segíteni, tehát hogy ezek mind olyan dolgok. De szalag parketta volt nyilván. Persze, hát persze. És ilyen nagy, olyan, mint egy ilyen óriási botmixer, azzal kevertem cuccot vödörben. Ja, igen. Na, annak kell lenni. A nagy habverő, így van. Az volt. Az jó. Láttál már olyat, Laci? Hát az a ilyen habarcskeverő. Így van. Fúrógépbe befogva, és utána igen. Fröcskölsz vele. Igen, és ha te jó sűrűre csinálod, akkor te forogsz a vödör körül. És nagyon felforrósodik a tarba. Mi volt az első szerszámotok, amit meg... Ami azt mondta, hogy ez az én első szerszámom. Az alap. Az a kalap.
kalapács. Kalapács. Persze. Nem tudom még mire kell, de legyen. De várjál, nem, hát az kell, hogy otthon legyen. Mi mivel vered be a szöget a fal, vagy a képet teszed fel? Ez az, hogy például neked porcelán nincs... Porcelán teáscsészével? Pontosan, vagy nekem nincs kalapács, mert annyi mindennel lehet helyettesíteni. Pontosan. Hát, úgy vagyok vele, hogy az nem. Klofolóval. Köszi. Én a klofolóval vertem egy időben, még nem volt kalapácsom, de nekem az első... A klofoló az ragyás. Már úgy értem, hogy csikos és ragyás. De szépen meg lehet vele volt. Elmondom egyébként, az a típusú bakancs, ami neked is van, azok a típusú bakancsok a talpával kitűnően be lehet verni nem dolgokat. Mondod. De. Igen. A szöget a talpába fejestől, és akkor szöges bakancsot föl lehet hype-olni rendesen. Új stílus lett belőle. Nekem a képfelrakásnál lett meg az első szerszámom, mert én aposomtól örököltem egy ilyen, hát nem tudom már milyen márka, ilyen ütvefúró, ami van egy ilyen kapcsoló, ami kalapácsra állítod. Elmentél a falra egy képkedvéért az ütvefúróval? Ütvefúróval vette be szöget. Van rajta egy kalapács. De már a szomszéd falába is tudod. Ő is fel tudod rakni most már egy képet, ha az jó helyen van neki a lakásban. Nem, és amit elmentem hozzá, mert ez ilyen szedett-vedett volt, már hát egy ilyen örökölt fúrógép volt, és nem olyan volt benne, figyelj, ezt is tudom, fúrószár. Igen, szépen mondtad. Bizony, úgyhogy elmentem szépen ilyen barkácsáruházba, és akkor láttam, hogy van olyan fúrószár készlet, aminek az egyiknek a hátulján fa minta van, igen. A másiknak meg tégla minta van. Igen, meg fém, meg beton, meg ezerféle van. Igen. Olyat nem láttam. Lehet, úgyhogy... ezek no, nagyon kell vigyázni a fúrószárnál. Szóval, na, tehát kezdjük kalapács. Igen, kezdjük először. De milyen kalapács? Hoppili. Hát sima. Ugye, hát sima kalapács. Hát ez a klasszik fej, ez a közepes méretű. Hát azért gondolom, hogy a fakalapács, akkor van a gumikalapács, aztán van az ácskalapács, ugye, amivel szöget is lehet húzni. A hát másik felével az a villás. Hát de minek, hogyha az ott van, érted? Van harapófogó, hát nálam nincs harapófogó. Köműves kalapács, érted? Tehát ott vigyázni kell. Én az acélfejűben hiszek. Az igen, aztán nem mindegy a mérete, ugye? Tehát, hogy mekkora legyen. Hát igaza van a Gyurinak, közepesnek kell lenni, mert az jó lesz a nagyobb dolgokhoz is, meg a kisebb. De valahol kell a kis kalapács is, érted? Aztán kell például a nagy kalapács, nekem van például 10 kilós kalapácsom, tehát amivel a betont föl lehet verni például. Tehát azzal csempét bontani simán. Na, Anett, ha látsz ilyen akciót, vegyél egy ilyet. Nem, meg fogom nézni, bár én a csillagcsavarhúzóban hiszek. Az... Én abba hiszek. 10 kilós kalapács versus csillagcsavarhúzó. Mekkora politikai karriert lehetne befutni? Kiállsz a mikrofon, én a csillagcsavarhúzóban hiszek. Na, Zorán kihagytanulta, hogy hiszek a csillagcsavarhúzóban. Nekem háromféle eszközöm van, és na, ezzel eddig viszonylag mindent le tudtam fedni. A csillagcsavarhúzó az egyik, igen, a másik a laposfejű csavarhúzó, igen, és a harmadik a metszióolló. Tehát ezzel a hárommal eddig mindent meg tudtam oldani. Ez együtt mihez kell, nem tudom. Tehát melyik növény? Hát melyik növényhez kell csillagcsavarhúzó? Néha húzok a kecskerágon egy kicsit. Nekem van egyébként a metszőolló, az tényleg nagyon praktikus, mert nekem például van olyan metszőollóm, amin van az élén egy ilyen, mintha fúrva lenne rajta egy lyuk, így kimetszve, mert azzal egyszer villanyvezetéket vágtam. Blankolónak használtad. Igen. Wow, igen. Hát de lehet, hogy áram alatt volt, tehát hogy ott azért gondolom, hogy valami. Na, akkor jöjjenek. Valami történt. Utána jön a fogókészlet, ugye? Hát ebből milyen vannak, hát ugye van a kombinált fogó, az ami ugye, amivel csípni is lehet, aztán van a lapos fogó, aztán a harapó fogó, aztán van a csőrös fogó. De azt áruld aztán... el, hogyha ott van a kombinált fogó, aminek az a neve, hogy ezzel aztán mindent, akkor minek a többi? Azért, mert például egy ível csőrös fogóval be tudsz olyan helyekre nyúlni, ahova a kombinált fogóval nem tudsz benyúlni. Aztán vannak olyan kis dolgok, amit nem érsz el vele, mert nem férsz hozzá. Ezeket nem véletlenül találták ki. Aztán utána menjünk tovább, ugye, mit csinál otthon az ember, ugye? Fúr, vág, csavaroz. Ezek az alapvető dolgok. Igen. És ezeknek a készletnek, és ezért vannak a csavarbehajtók, a fúrógépek, nagyon preferálom az akkumulátoros dolgokat. Egy dolog van, mindig kettőt vegyél, két akkumulátort vegyél hozzá, hogy még az egyiket dolgozol, a másikat tölteni tudjad, hogyha nagy munkát csinálsz. Már unalmas vagyok. Na, már unalmas. És a másik az, hogy én nálam aztán mondom, az történt, hogy amilyen munkafázist végeztem, ahhoz kellett szerszámot vennem. Például akarsz, ott van betonfal, a villanykapcsolót át akarod helyezni,
Hoppá, hogy hát a szakember. Miért akarnám át? De hogy kell? Hogyan? Hogy, akkor újat akarsz csinálni, egy konnektort ide akarok szerelni. Kell neki egy sűjesztés, igaz? Akkor ahhoz már a Hiltihez tudsz venni olyan fejet, ilyen ipari gyémántos izét, amivel egy ilyen körülbelül 8 centis... Ja, ez a maró. Maró. Ez nekünk nem való. Neked milyen sűrű fordult elő, hogy konnektort akarsz ide-oda a helyen? Most például pont lesz egyébként egy ilyen dolog, de én nem gondolnék egy ilyen, most azért nem költenék 50 ezer forintot egy marófejre, amikor szerintem nem, azt a lapos fejű csavarhúzóval, azt meg a kalapáccsal ki tudom ütni azt a lukat. A téglapalból esetleg. Hát igen. Jó, de hát a szobrászkodás. Most az ember életében az idő a legdrágább. Másrészt a státuszszimbólum, tehát a marófej. Oda megyek egy és ott van a konnektornak a lyuk, érted? Tehát ezek fontos dolgok. Vagy például, jó, hát az asztalásmunkához kellenek ilyen fúrók, amivel nagyobb lyukakat akarsz csinálni. Ahhoz is vannak ezek a körfúrók, tehát amivel ezt különböző méretben meg kell csinálnod. Aztán például zsanírokat, amikor szerelsz, az egy nagy trükk. Vagy például a vizes blokknál ugye én szoktam cserélni tömítéseket, ugye? Tehát ott is azért jó, hogyha van nálad csőkulcs, jó, ha van nálad. Vagy a mosogató, mikor kilazul, ahhoz is kell egy specet. De ezekhez mind jó az a fogó, aminek így tudod, így ki tudod lazítani a fejét nagyra, kicsire, hát nem kell ezt bonyolítani. Csuklós, igen, csőfogó. Na most a lényeg ebben, hogy most azt mondjátok, hogy minek kell szakembert hívni, abban a pillanatban kihívsz egy szakembert, az kiszállási díj így kezdődik. Igen. És én akkor szívtam meg leginkább, amikor a gázt, veszel egy új gázt, egy ilyen sütőlapot, vagy akármit, és ez be kell üzemelni. Semmi más, lecsavarod a régit, és rácsavarod egy anyával a másikra, a csőre. Ehhez kell egy szilikon tömítőgyűrű. Nos, ehhez kihívtam a gázszerelőt, egyből úgy kezdődött, hogy 15 rongy, érted? Mert hogy a garancia, meg mit tudom én, stb. Ha nem ő csinálja, mert attól a cikktől jött, akkor kész az ugrot. És mondtam, hogy tessék, akkor cserélje ki. Erre mit mondott? A gázcső az forrasztva van, és az új EU szabvány szerint ezzel a csőszorítóval kell ezeket a csöveket már összeilleszteni. Ezért ő ezt nem csinálja meg, de azért fizessem. Mi van? Mi is ott hagyta? Nem, hanem azt mondtam, hogy és mi van, ha én csinálom meg, nincs felelősség. Jó, azt mondja, jó. Mondom, akkor nézze, hogy mit csinálok, és mondja azt, hogy jól csináltam. Megcsináltam 5 perc alatt, jól csináltam. És elkezdte írni a számlát. Normális volt. Tanácsadási díj. És ennek a fordítottja, amikor a mosógép eldugult, szétszedtem a mosógépet, érted? De nem tudtam megcsinálni, kihívtam a szerelőt, azt mondta, ó, de profi. Egy perc alatt megcsinálta, azt mondta, szereljen vissza. Mondom, mennyivel tesz, semmivel. De az én mosógép szerelőm, ezek jó fejek, mert nekem az telefonon azt mondta, hogy hát erre nem megyek ki, szedje le a tetejét, ha nem fél az áramtól, ott látja, ott az a szürkecső, ott van, azt oda dugja vissza arra a kis csonkra, a nem tudom mire, és akkor a vízmennyiség érzékelő, és a nem tudom micsoda. Nagyon jó. Na de itt a buktató, ha nem fél az áramtól, tehát nekem már neked dögjön így. Villany szerettek ti ott? Én állandóan. Annyiszor megvágott, itt szinte már élvezem. Állati. Gázvillanytól én félek. Fú, nagyon szeretem. Villanyt nagyon szeretem, az csipem. Minden villanyszerelést én csinálom. Az extrém sport neked. Az egész faházat én villanyoztam be. Jó, hát egy-kétszer volt veszély, de... Elektromos tűz, ilyesmi. Lecsapta Fehérvárról központi biztosítékot. Jó esetben 3 vezeték van rajta. Az a lényeg, hogy a szín a színes tímeje. Nincs ott semmi izé nincsen. Szín a színes tímeje, hogyha eleve jól húzták be. És valami, ami tényleg minden család legyen fázis ceruzát. Tehát azért az fontos. Ez ennyire egyszerű, miért rázott meg annyiszor? A kérdés jó. Azért, mert miközben már elmondom neked, hogy mikor történnek a balesetek a háznál. Akkor történnek a balesetek, mikor a férfi neki előveszi a szerszámokat, és sikerélménye van. És közben mit csinál? Iszogat. Ott van a baj, érted? Ez is annyira magabiztos szerelő vagyok, mert egy nyitok és mélyegyet. Ott van a baj, amikor bejön valaki, és azt mondja, hogy szerintem, meg, na, nem láttad, ahova tettem, és akkor elfordulsz, és megfogsz életelől egy olyan, vagy éppen. És apát megcsapja az áram akkor. Persze, ja, de nem is csaphat meg, hát olyan vagók vannak már, érted? Tudod, tehát most már nem kell csokikba szerelni, csavarokba vezetéket, hanem egyszerűen rácsippented a végére ezt a dolgot, és azokba dugsz bele, és ez bontható, piszok. Én az összes villanykapcsolót meg ízét szétszedtem, és bevagóztam. Na, vagó. Mindegy. Igen. Uh-huh. Nem voga, vagó. Jó, világos. Ez bevogáztam vagó, az összeset. Fázisszerű a vagó. És amíg nagyon fontos, hogy legyen a családban, vízmérték legyen a családban,
mérőszalag, alapfelszerelés. Az van. És több mérőszalag legyen, sose tudod, hogy hol van a mérőszalag. És ez így nagyjában megvan. Tehát fogók, fúrók, csavarbehajtók, vízmérték. Ja, még a vízszereléshez jó, hogyha van otthon, hogyha tényleg folyat a csap. Teflonszalag, és a tömítő gyűrűkre ugye rátekerhetők is. Most már más ez műanyag. Mennyit költünk el, Gyuri, a madér után ezeket elmegyünk megvenni? 2 kilót biztos. De ezek filléres dolgok, gyerekek. Ja, és még valami. Nincs még. Várjál, amikor gépeket vásárolsz, és azt akarod tényleg az a fúrógép, vagy az egy darabig éljen, akkor jó, hogyha nem ilyen izékben vásárolsz, élelmiszerboltokban veszel fúrógépet, hanem tényleg tapasztalat. Vegyél egy... Nem mondok márkákat, mert... Jó, ne is. Az összeset fel kéne sorolni. Jó, a hírek után megtanít minket János az asztalos szakmára. Tehát érdemes jókat csinálni, hidd el. Vagy jókat venni. Egyébként tényleg kérdezzük meg a hallgatókat, hogy milyen helyzet volt az életetekben, amikor nem volt megfelelő szerszámod, és óriási barmolást végeztél otthon, és akkor tanultad meg, hogy nem. Mindenki így tanul. Muszáj. Mindenki így tanul, és azért gondolom, hogy a hallgatóknál is van jó pár történet, amikor apa szépen nekiállt, hogy jóval hagyjad, már nem megyek el, hiszen milyen szerszám, majd én ezzel itt megoldom. És ami iszonyatos nagy barmolás lett belőle, mit kellett volna megcsinálni, és végül mi lett belőle, ezt írjátok meg nekünk. 0620-22-22-122. Ez a Bocskor! 2 perc múlva 3:48, na hát jönnek itt a barkácsolós történetek, az alapszettet összeraktuk, ami egy ilyen 32-nél nem volt több szerszám, amit Fokci javasolt, hogy legyen benne az alapkészletben. Na mondom, a hallgatók miket írtak előtte, gyorsan egy közlekedés, ütközött egy autóbusz és egy teherautó székkutas mellett a 47-es főút 180-as kilométerénél, a Vásárhelyi úton teljes az útzár. Ezt kaptuk. Na és akkor nézzük. Morgan istenek, Vokcika, kezdjük a házfelújítást, szívesen látlak, lesz ital, amit szeretnél, üt kamionos Árpi. Ja, hát én máshoz nem megyek, Isten ments. Ott munka nincs. Jó trükk volt. Nem megy. Voga, hatalmas hiba. Kihagytad a krovát, és a flexet. Igen. Lódoki. Nem tudom, mi az a flexet az direkt hagytam ki. A krovakészlet az egy ilyen, hát amit rá kell húzni, egy kis csavarbehajtó, ami üreges. Tehát ilyen csőkulcs. Jó, de csőkulcs. Az van még? Hogy van még? Az nem szüntették meg? Nélkülözhetetlen a krovakészlet. Nélkülözhetetlen. De hát, arra emlékszem, hogy apának volt. Igen. Az feltétlen kell, így van. A pénz hiánya is kihívás, ettől lettem kendács világbajnok. A műanyag házas fűnyíromban a harmadik javítás óta több a fém, mint az Eiffel-toronyban. Ugye? Vannak ezek a megoldások, amit talál, mert ugye az anyag, hogy mit építesz be. Fűnyírót felújítani, hát nem érdemes. Tehát ahhoz alkatrészt venni, meg az halál. De látod, ő gondolom ilyen fémdarabokat kivágott, vagy amit pótolni kellett, ja, vagy nem tudom. Jó, hát azért tudod, mikor repül a kés, azért az érdekes. Szomszédnak hullik a feje. Na mindegy. Üdv! Villanyt csak képesítéssel rendelkező szakember szerelhet jelenlegi jogszabályok szerint. Ha enélkül szerel valaki, akkor inkább titokban tegye. Egy jó tanács. Jó, hát igen, rádió műsor. János titokban teszi. Mondtam, hogy én ezt úgy láttam, és ez egy műsor, tehát hazudok. Jó, rendben. Jó a reggel, akkor éri baleset az embert barkácsolás közben, ha az ember nem tartja be a gépre és a munkára vonatkozó balesetvédelmi és munkavédelmi szabályokat. Amen. Ezt el lehet olvasni, ez benne van a gép dobozában? Hát olyanok vannak benne, hogy ne ragazd le a biztonsági kapcsolót, azért azt ahhozzal egyetértek, akkor a flexben ne tegyél azért a körfűrészlapot, mert... Mi hát forog. Igen, de túl nagy a foga, és közül 5-6 ezerrel forog, és azzal, hát hogyha az első vágásnál bekap, és te repülsz a francba. Na, hát ez az, Laci, én ezért nem fogok ebbe bele, mert olyan szabályok vannak, meg ilyen alapjó tanácsok, amit mosolyogva elmond egy ilyen vogakaliberű arc. Nem szabad. Jó, hát ilyet ne tegyél bele, mert leveszi a fejed, meg ilyenek. Kockáztatom meg. Az a baj ezekkel a leírásokkal, hogy mindig körülbelül 100 oldal arról szól, hogy hogyan dobd ki, meg veszélyes hulladéknak számít, meg gyerek közelében ne legyen. Mire odaérsz a lényeghez, véged van, elmegy a kedved az egésztől. Uh-huh. Tehát a használati utasítást mindig a kórházban olvasd. Ott van idő. Sziasztok, a zuhanyfejnél folyamatosan szivárgott a víz elzárt állapotban. Levettem a fejet, kihúztam a fém gégecső alól a gumitömlőt, és kötöttem rá egy csomót.
szép lassan elkezdett dagadni a víztől, mint a rajzfilmekben, és lett egy kb. 5 cm átmérőjű dudor, szétpukkant. Ezután a gumicsőbe elkezdtem betömködni pálcikás illatosítónak a pálcikáit, hogy eltömítse a csövet, gondolva, hogy a fa megduzzad benne, és tömít. Ugyanúgy csepegett tovább, csak már nem lehetett használni a zuhanyt. Azt a mindig. Jézusom! Hát a zuhanyrózsát azt néha le kell venni, aztán beletenni egy vödör ecetes vízbe, aztán akkor megoldódik a dolog. Hú, gyerekek! Na jó, köszönjük szépen az üzeneteket, játszani fogunk egy Hungary Machine-t, a dalszöveges játékunk, a Google ide-oda forgatta különböző nyelveken, magyarra vissza, föl kéne ismerni, hogy ki az előadó, vagy mi a dal címe. Most hívjatok minket 0620-22-22-122. Hungary Machine. 9 perc múlva lesz 8 óra, a közlekedési info érkezett, a belső szalagkorlátnak ütközött, majd onnan a patkának csapódott egy kocsi, az M85-ös autóúton a 11-12-es kilométer között, hatóságok a helyszínen. Köszönjük szépen. Azt halljuk, hogy mind műszaki analfabéták vagytok. Semmi baj, bár aki férfi létére nem tudja a szifonfogó nevét, az gyalázat. Gyuri? No. No. Te is? Laci, te sem? Nem, én most hallom először. Vízszerelésnél használják. Jó, hát akkor szégyenek vagyunk, jaj, ez van. Tudom már, hogy melyik. Szifonfogó. A barátom kezében láttam egyszer. Jó, alul van, azt hívják szifonnak, az a kis dudor ott a csövön, és azon van egy recés rész középen. Igen, és abba gyűlik össze a szmötyi, meg a git. Na, akkor most már tudjuk, nem vagyunk gyalázatok. Csabba, mi nem öntjük a gittet, János. Olgának üzenem, ne biztos a népet villanyszerelésre, mert az egy szakma. Ne játszon senkit, de a maga biztatom. Se a családja életével fogalmatlanul. Aj, nem biztatom őket, Istenem. Onnan tudom, hogy hülye vagy, hogy villanykapcsolókat vagózol. Egy erős áramú technikus és villanyszerelő ember. Jánosnak ez a hobbija, megvagózza a kapcsolókat. Jó van, gyerekek. Na jó, játszunk egy Hungary Machine-t, itt van a játék. Kösz mindent a János stílust vár. Nem, gyerekek, hát nem értitek, akkor pillanatok alatt le tudod cserélni az egész cuccot, érted? Mert a vezeték végén van egy vagó, nem fog megrázni, érted? Jó. Ilyen egyszerű. Okay, jó, engem megdicsért, érte a villanyszerelő. Jó, azóta nem az láttam. Az is egy hülye. Azóta nem láttam. Nem megyek haza én is vagózni. Játszunk egyet, itt van velünk a... Andi. Andi, jó reggelt, szia! Jó reggelt, sziasztok! Szia. Szia, Andi. Te már munkahelyen vagy, azért vagy ilyen kis halk? Nem, én betegeskedem is. Jobbulás sokáig még? Hát holnap már muszáj mennem dolgozni, sajnos. És mi lesz az a remek munka, amiben visszatérsz? Hát ápolónő vagyok. És beteg kemény. Vagy, Jézus? Igen. Hát a hóhérnak nincsen cipője, az ápolónő beteg. Hát igen, mondhatjuk így. Na figyelj, Andi, mutatunk neked egy dalszöveget. Meg kéne fejteni, ki az előadó, de a dal címe is nagyon jó nekünk. Mehet? Igen. Figyelj. Ha a világ még létezik, amit nem láttál és nem hallottál. Ha a világ még létezik valami olyasmit, amit nem érzel és nem próbáltál ki. Ha a világ még létezik valamit, ami kicsit érdekel. Ha ezen a világon van még, akkor élni kell, még élni kell. Na. Ezt ők írták? Hú, ez nagyon ismerős. Ugye? Örülünk. Azt a mindenit. A világ. Lehetne még egyszer? Persze. Ha a világ még létezik, amit nem láttál és nem hallottál. Ha a világ még létezik valami olyasmit, amit nem érzel és nem próbáltál ki. Ha a világ még létezik valamit, ami kicsit érdekel. Ha ezen a világon van még, akkor élni kell, még élni kell. Na? Hú, ha van még valami olyan, ami kicsit is érdekel. Aha. Na, jó felé jársz. Igen. Lejátsszuk a zenét is? Lejátsszuk a megfejtést? Próbálták is énekelni, ez tegnap bejött, az meghozta az ihletet. Mi volt ez, amerre jártál az előbb? Ha van még a világon, olyan, ami kicsit is érdekel. Cím, megvan. Ha van még a világon, igen. Nem láttál és nem hallottál. Ha van még a világon, amit nem éreztél, nem próbáltál. Ha van még a világon, olyan, ami kicsit is érdekel. Ladány Bene 27, így van. Még a címet is tudod. Elképesztő vagy. Figyelj! Tényleg a címre mondok kíváncsi. Jó, Andi, óriási vagy, köszönjük szépen. Már is tiéd a bocsizacsi, a 6X-es baseball sapkával és a bögrével.
Jaj, de jó, köszönöm. Igen, ez jó érzés. Nagyon szépen köszönöm. Annett keresni fog a címedért, és küldjük. Már megérte, köszönöm. Így is van, gyógyuljál, aztán jó munkát köszönöm neked. Köszönöm szépen, köszönöm. Szia. Szia, Andi. Szia, szia. Na, 8 óra jól után. Jól kipenterítetted, szegény Andi. Gyógyuljál, na szevasz. Hát most mit mond az ember egy betegeskedőnek? Hát nem, egy ápolőnek. Tedd a dolgot, gyógyulj meg. Te tudod, hogy kell. Persze, azt tanultad egész. Jó, de na, vannak, mit lehet egy ilyen helyzetben mondani? Vannak ezek a sablomondatok, amit az ember mond. Jó, én például az előzőből a sablomondom, egyet nem értettem. A hóhérnak miért nincs cipője? Ó, az igaz. Rá kellett volna kérdezni. Cipője, visszahívjuk. Nem? Igen, Andi mindjárt a vonalban. Jan egy 9 után beszél vele, majd megkérdezünk. De szerintem is a Schusternek, mert hogy annak mondjuk, hogyha izéről beszélünk, ha már villanyszerelésnél tartunk, ugye? Tehát, hogyha árammal... Tudok egy áramos példát. Igen, akkor az gáz, hogy a villanyszéknél nincs cipője újjának. Akkor ő is megy a leves. Gumital, gumital, óvatosan. Hát, úgy szól a mondás, hogy hújjának gumital. Na jó, 8 óra után érkezik vendégünk, itt lesz ma reggel velünk Curtis, és hozza a vadonatúj dalát. Így van, egy baromi jó dallal érkezik, amiben képzeljétek el, most nem rappel, hanem egy egészen más oldalát mutatja, meg énekelni most fog. Most meg egy baromi jó dallal jön? Uh-huh. Mire eddig mivel jön? Hát nem azt mondtam, hogy most egy baromi jó dallal, egy baromi jó dallal jön. Ja, értem. Ez a Bocskor! Egy perc múlva 4:09, jó reggelt mindenkinek, már is itt vagyunk, itt van Vokci, jó reggelt! Hello, sziasztok! Szia, Gyuri! Jó reggelt, szevasztok! Szia, Anett! Jó reggelt, sziasztok! Na gyorsan néhány SMS, sziasztok, Andi vagyok, ő az előző játékosunk a Hungary Machine-ből. Bocs, lányos zavaromba két mondásból csináltam egyet, szóval akasztják a hóhért, és a Schusternek nincs cipője. Így jó. Jól fejtettük meg a dolgot. Működött, látod, megzavartál minket, és átment simán. Simán, abszolút. Takarmányt szállító teherautó hátsó kereke gyulladt ki az M5-ös autópálya 36-os kilométerénél az Inárcsi csomópont után a Kecskemét felé vezető oldalon hatóságok a helyszínen. Köszönjük szépen a közlekedési információt, és még valaki írja, hogy Nagykörúton villamos pótlójárat közlekedik a 4-es 6-os Moszkva felüli részén, Robi. Oké, köszönjük szépen. Na, gyerekek, Curtis-szel utoljára akkor találkoztunk, amikor a 6X-en valami elképesztő produkció, hát gyakorlatilag ő indította be a bulit. Igen, hát az ott robbant. Igen. Meg ő is vettette meg. Miről beszélsz? A gazdájukat barban voltak ezért. Ja igen, Curtis ott is beugrott, nagyon rendes volt, aztán mindig várjuk, hogy a Curtis nagy munkában, vagy mikor csörren a telefonunk, hogy akarom hozni, de csak hozzátok bemutatni a dalt. Igen, mert nem olyan régen, április végén volt a Király Viktorral itt együtt, akkor volt a Mehet a tánc, ugye? Mm-hmm, és azt is azóta is nyomjuk és imádják, úgyhogy úgy milyenkor mindig tárt karokkal várjuk, hogy hát, hogyha termékeny megint a barátunk, és akkor érkezik, és ez most eljött. És ez most eljött, úgyhogy ne is szaporítsuk tovább a szót, itt van a stúdióban Curtis! Yeah! Jó reggelt, kívánok, köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Igen, azt jól tudjátok, hogy mindig hozzátok jövök, ez már így is marad, erre a rövid 30 évre, amíg még zenélni szeretnék. Hogy vagytok, mi a helyzet? Köszönjük szépen, nagyon jó! Én megint meg vagyok borulva az újságok szerint, és nagyon bulizok, szóval most is bulizunk, együtt bulizunk. Minden rendben, hát megy a fesztivál szezon, dübörög a zenekar, hála Istennek, a hétvégén is megyünk két helyre. Szeptember végig toljuk igazából, meg se állunk. Mondjuk most volt pár napom, a kisfiammal töltöttem, voltunk a Balatonon, az extra volt, de hát azt szerintem azt mindannyian tudjátok, hogy na az aztán tényleg nem pihenés, mikor elmész a gyerekkel. Az igazi buli ügy. Igen, 5 éves gyerekkel nyaralni, az neki az. Igen, de hát ez is a lényeg, ezért megyünk igazából. Na, és akkor itt az új dal, Kegyelem, ez a címe, uh-huh. Így van. A mérhetetlen mennyiségű koncertezés közben így mikora a buszban születnek dalok? Vagy... Hát lehet a mérhetetlen mennyiségű koncert közben mondani, hogy Kegyelem, tudod? Igen, hogy már a pultosnak, hogy már Kegyelem, már nem kérem több rumot. Nem, ez egyébként másfél éve íródott ez a dal. A dal ötlet... először én a Szabó Ádám barátomnál hallottam, egy zongorával fölvette ő egy ilyen dalolást, ilyen hümmögést. Nem volt rá szöveg, semmi, csak ő így dalolászott. És mondtam, hogy ez kell nekem. Mm. Erre én írok szöveget, megcsinálok rá rendes alapot. Azt mondjuk nem én csináltam, hanem a Demkú Matyi, a zenekar vezető, mert úgy, hogy nem játszok hangszeren, úgy elég nehéz lett volna ezt megvalósítani. Szóval a zenét Demkú Matyi szerezte, a zenekarom vezetője, én meg a szöveget írtam rá. Na, hát akkor gyerekek. Hallgassuk meg, nagyon így szép van. Szám. Neked írtam, Gyuri. Köszönöm. Végre felvállalod. Akkor ez szerelmes dal. Persze, hogy az. Na, halljuk. Megcsalt.
sötétségben vár, hogy kihasználj. Miért tettél félre végem, de semmiség ez már, de te ne sajnálj. Az illatod még a szélben táncol, nyugodj meg, én végig vagyok már. Egy pillanat, ami minket gyászol, ébredés a napfény vágyolná. Ez nagyon jó. Figyelj, annyi... Úgy sem mondanátok, hogy szar. De, ez így van. Mondanátok. Mondjuk nem. Én nem tudtam úgy hallgatni, mint hogyha tényleg nem nekem írtad volna. Tehát, hogy ez de megzavartam. Te, igen. Te elfogult vagy. Főleg, amiről előbb beszéltük. A lehetőségekről. A János az udvarlási szokás, hogy elmesélt az, hogy kéne. Gyerekek. Jánosnak volt egy korán reggel egy észrevétele, itt belehallgattuk már egyébként a dalból egy részletet, hogy miért a bémol? Jaj, gyerekek, ezt a Demko Matyi fogja tudni megmondani nektek pontosan. Én csak a dalszöveggel foglalkozom, és egyébként azért érdekes ez a dal, mert ugye a Lehetne újra februárnál már én énekeltem, viszont akkor saját lágéban. És most viszont sokkal fentebb egy oktávval, feljebb. Ugye mondjuk az könnyű el énekelni, hogyha pont egy oktávval feljebb énekelsz, de és ezért volt furcsa sok embernek, de örülök, hogy tetszik nektek. Én imádom. Egyébként jól énekelsz. Köszönöm szépen, még a végén befutunk, Charlie, ezt szoktam mondani. Igen, az lesz a vége, hidd el nekem. Charlie mindig ezt mondja. Mikor jöttél rá, hogy te tudsz énekelni amúgy? Én már az elejétől kezdve ugye hiába repzenét csináltam, én mindig dallamosabb szövegeket csináltam, meg a refrének mindig dallamosak voltak, inkább ilyen pop-rappet próbáltam, az ami emészthetőbb. A gangsztáiknak meghagyom ezt a 2-4-et, és zúznak, és odavágnak tényleg ebbe a hardcore repbe. Én mindig is az emészthetőbb repzenékbe hittem.
és már akkor is próbálgattam nyilvánvalóan, de nem gyártam soha énektanárhoz. A Voice-nál volt az, hogy, hogy én is néha beugrottam az énektanárhoz, így a, az énekeseim mellett, és kicsit gyakoroltunk mi is. Kocintottunk. Igen, nem kell ezzel foglalkozni, ott a pitch shift. Tehát, igen, most már vannak olyan cuccok a stúdióban, hogy igazából két gombnyomással még anyám is tud énekelni. De jó, ez nem olyan. Jó. Ez egy elég érzelmes dal hát egyébként, hogy van konkrét sztori mögötte, ami... Szerintem ezért lesz sikeres ez a dal, mert mindenkinek van mögötte sztoria. Azt elárulhatom, hogy most az én kapcsolatom is, a párkapcsolatom is egy nehezebb időszakot él meg. Éppen, de egyébként ez a dal másfél éve íródott, amikor pont nem volt semmi. De tudtad, mégsem, hogy lesz. Mégsem, igen. Tudtam dolgokat. De akkor mégis hagytam. És akkor most került elő, és most poroltam le, és most készítettem el ezt a dalt igazán. De nem jellemző rád ez a gimnikusan szárnyaló, hatalmas érzelmi töltető dal. Tehát ez például lehet a siker titka, nem gondolod? Figyelj, lehetne újra februárnál, ez már bebizonyosodott, hogy ez működik, ez a történet. Igen, nem vagyok ez a nagyon szentimentális vagyok, de nem szeretem ezt a külvilágnak elétárni. Nem, az biztos, hogy érzelmileg gazdag vagy, mert különben nem tudtál volna ilyet csinálni, vagy ilyen szöveget írni. Gratulálni tudok. Köszönöm szépen. És gyertek koncertre valamikor, jó? Most megvagytok. Hívva, jó? Jó, nevesd el a súlykot. Jó. Nem tehet csak a srácok. Tudtam, hogy ez a rohadt tökjön nem fog időjönni. Te maradj itt. És abban egyébként van valami tudatosság, vagy lehet azt tudatosan építeni, hogy mondjuk egy koncertre a dalokat? Tehát, hogy ez a tempóban lassabb, tempósabb. Én már odafigyelek erre, szóval olyan dalokat írunk, meg olyan dalokat adunk ki, amit aztán beépítünk a műsorba a zenekar is. Tehát szerkesztés van. Szóval igen, szóval ez a dal már jövő héten, bocsánat, Dunaföldvár, most szombaton még nem lesz játszva, de jövő héten már lesz játszva a Hajdúszoboszló, meg nem is tudom, hol vagyunk még. Szóval ott már igen, már muszáj, hát persze, ugye az új dalokra kíváncsiak az emberek, és a zenekar megtanulja. És hogy egy kis gyúlfarknyi rebbetétet sem tettél bele? Nem éreztem. Próbálgattam azért, igen, hogy valahova tegyünk, de nem illik bele. Nem illett bele. Annyira jó volt így ez az elején úgy volt, hogy egy verze, vagy refrén volt, meg a verze. És mondom, a második verze, akkor legyen rap. Aha. De annyira nem jött rá, annyira lassú is a tempó. Nem, mondom, folytatjuk tovább énekkel, és így végig is toljuk az egészet. De tényleg ez így, ahogy én olyan édes dolgot láttam múltkor, nem tudom, hogy Instán láttam, vagy valami cikkben láttam, hogy te a Budapest Parkban koncerten karban kivitted a kisfiadat a közönség elé. Hát Doncsi most ért el abba a korba, hogy most már föl is fogja, hogy mi történik az apukájával, és ő nagyon szereti ezt az egészet. Hát nyilvánvalóan nem tudom, hogy honnan szedi a gyerek, de focizni és rappelni szeret. Fogalmam sincs, hogy ez honnan jött neki. És ügyes? Igen. De most egy 5 éves gyerek, hát most érted, hogy nyilván... Két balányos ügyes. Hallgatja, szereti. Igen. Nem rúgsz jól, nem kirúgom a lábad alól. Úgyis most divan. Ja, én a repre gondoltam. Figyelj, aranyos, mondjuk így, jó? Most mit mondasz egy 5 éves gyerekre? Hát most még nem mondanám, hogy egy Eminem. Nem mondanám, hogy egy Eminem, igen, de majd még gyakorlunk. Van kedvenc dala tőled? Van. Zsibzsukendős. Azt nem mondhatom, hogy melyik. Ja nem, amúgy a toppon vagyok, az a kedvenc szám. Igen? De amúgy nem engem hallgat, Azariát hallgat, Dest hallgat, hát amit ma a Tídenit hallgat, hát amit most a gyerekek hallgatnak. Hát amit ma az 5 évesek, persze, így van. A Marics Petiéket hallgatja, igen, nem, szóval. Nem. Akik most a fiatalok. Gyakran pofozott fele. Igen. És akkor ilyenkor, igen. Áthívom a karate edzőt ilyenkor, ezt a barbot. De nem nyúlsz, nem próbálod befolyásolgatni, hogy figyelj. Dehogy is, hát az ő világ, hát majd felnő. Persze, majd érted, egyre okosabb lesz. De elmegy iskolába, stb. Bízunk benne. Már Curtisből fog érettségizni, ne üljeskedj. Simán hangszeren tanul egyébként?
Dobolni szeret. Nyilván a legjobb hangszer. Azt kezdtük dobolni. Hangszeren. Igen, dobolni. Jaj. Ezt elmondom, a Benni örülni fog ennek a zenekoromban. Látod, Benni, erről beszéltem. A dob az, az olyan, mint a fogorvos, ez nem orvos, tudod. Ja. Bőrgyógyász. Jó, tehát akkor a dal Dunaföldváron még nem fogja hallani senki. Még nem. Utána. Csak ha beteszi a YouTube-on. De a YouTube-on akkor ja, már ott van a dal. Ja, még azt el kell mondom, hogy este 6 órakor az én csatornámon lesz klip premier. Azt nézzétek mindenképp is, osszátok majd. Szuper, mi meg akkor megyünk Újpestre. Augusztus 31, születésnapi nagy koncert, meg vagy, te is meg vagy ki. Jó, de ez rendes szüli nap lesz? Jó, mert nem olyan utána, hogy ilyen horuk-horuk, de jók voltunk, azt elpakolunk hát kétfélkor. Tudom csinálni, hogy augusztus 31-én... Mi meg ott állunk, mint a hülyék. Este kezdődik, és szeptember 2-a reggel végződik. Jó, na ezeket szeretem, ezeket a koncerteket szeretem. Jó, oké. Oké, akkor ezt be is írtuk magunknak. Ati, Curtis, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál ma reggel, és köszönjük szépen a dalt. Igen. És kedden hozd a másikat, jó? Jó, hát a hallgatóktól is kérdezzünk egyébként, mindenki van dalírós kedvében, nem? Ha más nem összmész a lakásban, valami eszedből, mégis dallamocska, nem? Isten mentsen tőle. Hát Isten mentsen tőle, jól mindenki biztos. Dalírós kedvében. Mindenki dalírós kedvében van, hogy ne. Teri néni, ma mit írt? Danolászik az ember hülyeségeket. Liftben elfújja. Nem mesélek. Nincs dalírós kedved, Laci? Nem, most nincs dalírós kedved, de hogyha a hallgatókat megkérdezzük, hogy éppen ami jelenleg a legjobban foglalkoztat, és abból dalt írnál, akkor az mi lenne a címe, és miért az? Ezt írjátok meg nekünk 0620-22-22-122. 3-4-9 van, és hát jönnek a reakciók Curtis dalára, aha, amit bemutattunk este egyébként 6-tól, azt mondta Curtis, hogy a YouTube csatornáján ott lesz a klip, úgyhogy meg lehet nézni. Vazze, ez jó hangot, tiszta Balázs Fecó, írja valaki. Aztán, sziasztok! Nem az a Balázs Fecó írta. Ja, ez szerintem nem aláírás, szerintem ő hasonlította. Ja, bocsánat. Ja, értem. Igen. Sziasztok. Hú, na ez most oda bődület, jó? Mármint Curtis zenéje. Nagyon jó lett a zene kisfiamnak is, nagyon tetszik Noémi és Bálint. Curtiske azt mondta eddig, hogy nem tudsz énekelni, csak rappelni. Nem így van, nagyon jól énekelsz is. Gratula, jó lett a szám. Talizunk Lellén, Gyógyszeres Tamás. Curtis, ez a dal a szívemből szólt, imádlak Tamás. Én egy Vokcival azt beszélgettük, hogy majd így a Curtis repertoáriából ez a lírikus dal, igen, majd igen, hogy találja meg a közönségét. Megtalálja. És megtalálja, mert mondtam, hogy szerintem a csajok biztos, hogy egy ilyen érzelmes daltól olvadnak. De mindenki van ilyen élethelyzetben, meg volt is, amikor ez a szöveg, igen, meg ez a mélység, ez így rá tud passzolni. Úgyhogy szerintem ez nagyon-nagyon betalál. Hát, tényleg jó dal. Mm. Na, jött közlekedésünk is közben, ez fontos, összeütközött két autó Bonyhádon, a Dózsa-György utca és a Forberger László utca kereszteződésében is forgalomkorlátozás van. Köszönjük szépen, és írtak a hallgatók dalokat, mert van, aki dalszerzős kedvében szokott lenni. Igen, igen. Azt mondja, 1981-ben Magyarországon így tanítottam az akkori feleségemet. Akkor még volt erre nálunk is szabály, be kellett vetni, ja, bocsánat, ez a közlekedés, ez a Pistához, a Kresszhez, nem. Ha dalt írnék... Bocs, nem ide. Pistának írtak bocs, egy félre. Dalt. Igen. Vályi Pistának, ő is dalszerzős egyébként. Nagyon. Aki verselős is, igen. Verselős dalszerzős, hogyha valaki követi őt az Instán. Valaki csak ennyit, amiről dalt írna, kegyetlenül fájsz. Oh. Itt valószínűleg egy szakításról van szó. Ha dalt írnék most, akkor az elhanyagolt barátságról írnék, ami egy szakítós dalnak is elmenne. Hmm. Hát tudod, most már divat ez. Igen, beszéltünk erről. Nincsen hájam, de visszanő a májam. Oké, köszönjük Koppánynak. Az én dalom címe Színváltás. Éppen egy tacskót horgolok. Hát mi történt szegény párával? Eddig csak kutyát varni szoktam. Na, horgolnak is. Nagyon csúnyán megsérül, meg kell horgolnom. Figyelj, az orrát, és nagyon megküzdök azzal, hogy a színek szép szimmetrikusan váltsák egymást. Alul barna, felül fekete. Puszi Ági Helvéciáról. Fú, ez nagyon fontos is volt. Tacskót horgolok. Mit csinálsz? E pedig a munkahelyváltásáról ír dalt. Hát jó, köszönjük szépen a kreativitásokat. Uh-huh. Nagyjából ennyi elég is lesz. Játszunk méghozzá egy hangcsapdát, és ehhez van nekünk egy hangunk. Tészem betelt példát környezet. Én Budapest ságaiból a termék legszebb volt. Tehát nagyon szól is építed áll, szed a vila. Aztán az évből is szeretem, szeti a dolág egy város. Szerintem... Jaj, nem, de könnyű. Könnyű? Nem, tippem sincs ki, azt mondom, rányomom. Először a presszerre gondoltad, de nem.
Szerintem többet ne segítsünk a hallgatóknak. Nem, kicsit betájoltuk őket, de lényeg az, ha valaki felismerte a hangot, akkor most hívjon minket 0620-22-22-122. Ez olyan, mint a hangcsapda. 8 perc múlva 9 óra, itt már van is kérdés egyébként a tacskóhorgolással kapcsolatban, igen, hogy harapósra horgolja, vagy kis bújósra. Igen, abból kevés van az ilyen harapósra készített... De ez nem igaz, a tacskó nagyon szeret harapni, ahogy van. Hát de úgy értem, hogy ezekből a kis plusz állatokból, vagy ilyen horgolt vizekből... De ez kezdő csak... horgók csinálnak, horgolók csinálnak ezek tacskót, mert hamar készen van. Igen, a Bennát egy az már profi. Lábával nem kell foglalkozni. Sziasztok, mint még valaki írja, hogy miről írni a dalt, hogyha egyébként amiben van, arról kéne. Beállt a nyakam, nem mozdul sem, erre Ancsa mondja. Jó kezdés. Ez jó indítás, ez még bárhova kifuthat, lehet érzelmes, igen, vagy egy komolyabb. Nem, nem deák bírgyulás. Bluesba egyébként ez... De hát a nyakam, nem fordul sem, mert... Jó, egy kis segítség Ancsának innen. Persze. Persze, használd egészséggel. Na játszunk egyet, itt van velünk Lackó. Sziasztok, jó reggelt, szia, kívánok Lackó mindenkinek. Szia, Lackó, lendületbe vagy. Jó. Igen. Nagyon pörgsz. Laci, azt akarta kérdezni, mivel foglalkozol, honnan telefonálsz, ezeket szokta ilyenkor. Igen, hát én Kecskemétről telefonálok. Nagyon jó. Nagyon. És árut szállítok. Értem. Kecskeméten laksz, vagy... Kecskeméten lakom, de amúgy jelenleg most éppen Kiskunfélegyházban vagyok. Melyik részen laksz Kecskeméten, mert ebben véletlenül ott van? Hát a Széchenyi városban. Isten, hát ott nőttem föl. Igen. Nagy lakótelep, kis lakás, igen. Igen. Igen, pontosan. Ezt ismered te is. Na figyelj, Lackó, mutatjuk neked a hangot, igen, még egyszer. Jöhet, köszönöm. Részem betett példát környezet. Én Budapest-ságaiból termék legszebbből. Tehát nagyon jól is építed áll. A vila, aztán az évből is szeretem. Szeti a dolág egy város. Szerintem... Tudod, ha bizonytalan vagy, nem szabad rögtön rávágni, igen, mert tudunk segíteni. Vokci is itt van, ő is tud segíteni, többen vagyunk. Ez egy ilyen gasztroműsor vezető hölgy lenne? Ő, igen. Igen, jó felé igen, vagy. Igen, meg műsorvezető is volt. Aha, szerintem meg vagy. Most az őrségbe szokott lenni. Ő Borbás Marcsika lenne? Igen! Yeah! Én nagyon szeretem Budapesten az építészetet például. Tehát szerintem a világ egyik legszebb városa. Természeti adottságaiból is, épített környezetből is. A fél Lackó, nagyon jól alakult de ez a játék. Föl nem tudom fogni, hogy találta ki. Én a büdös életben. Én se tudom. Ja? Ilyen apa, ezt kell otthon nézni. Ja, ezt kell nézni. Na most buktál le. Jó, semmi baj. Jó van, az a lényeg, hogy megvan az ajándék. Bocsi Zacsi a 6X-es baseball sapkával és a bögrével. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen, Anett majd keres a címedet. Szia, Lackó! Szia! Köszönöm szépen! Szívesen! Sziasztok! Szia! Hello! 9 óra után érkezik hozzánk Vályi Pista, mert hogy csütörtök van, uh-huh, autós téma, és erről már lehetett olvasni, hogy a Kressz módosulni fog, de még azért ott nem tartunk, hogy módosul is, csak egyeztetés folyik róla. Igen, ez a jövő év lesz a módosulás, és most zajlanak ilyen különböző kérdésfelvetések, hogy merre felé lenne jó módosítani, de milyen új gondolatokat lenne érdemes belevenni. Aha. De a Kresszt azért olyan nagyon nem szabad módosítani, hát az nemzetközi, úgy nagyjából hát, a fővonalakban? A fővonalakban igen, de szerintem vannak helyi szabályok. Tehát ahogy Amerikában államonként is tudod, vannak különböző szabályok, hogy pirosnál lehet jobbra fordulni, nem tudom, nyilván egységesebb talán Európában. Ez is, ami most egy ilyen központi kérdés, ami így felvetődött, ez is több országban is jelen van, hogy például a szülő taníthassa-e a gyerekét vezetni. Tehát, hogy ezzel egy picit... Ja, mert erre van példa. Hogyne, például Amerikában is, ha jól tudom, akkor ez működik. Igen, van ilyen. Mondjuk, hát nem tudom, hát ez nyilván attól függ, hogy te milyen sofőr vagy, hogy majd a gyerekedet beülteted magad mellé aztán. Most ez nem egy nagy rúgás az autós iskoláknak esetleg? Hát egyébként ez is egy kérdés. Ugye? Ebben. Na de hát annyi minden van. Én például, ha ebben a társadalmi egyeztetésben megkérdeztek volna, én például azt mondtam volna, hogy jobbkéz szabályt töröljük el. Mert és legyen balkéz. No, de új ötletem nem volt. Laci a balkezét szereti inkább. De jobbkéz szabályt senki nem ismeri szerintem. Nem ismeri senki, nem. Azok ismerik, akik a jó irányból jönnek, mert tudja, hogy neki jár. Ja, és abból van mindig a gáz. Kitűnő megoldás arra, hogy lefedjenek vele ilyen totál zűrzavarosan egész ilyen város negyedeket, és lehetőleg ott én ismerem a jobbkéz szabályt, de képzeljétek, amikor megyek ki a földúton, a kertbe, akkor egy hosszú úton megyek, és abban ugye a telkek, hogy vannak, becsatlakozik körülbelül 15.
mellékutca. És hogyha én megyek, és azok jobbról csatlakoznak be, egyenrangú útkereszteződésről beszélünk, akkor nekem ott mindenhol meg kéne állnom. Jó, János, most a földúton mész, és most kivel van jobb kész szabad egy hóddal? Tudod, mennyi maximum karambol van ott? Azért nem magadom, lovaskocsi vagy hód. Mindig kint van a rendőr, és jobb kész szabály. Ez a földúton, homokba rajzolja, hogy mi történt. De az, hogy valaki kijön oda, mit tud csinálni, neki rá kell kanyarodni az útra. Vagy erre, vagy kisívben, jobbra, vagy... Érted? Mi a logika abban, hogy én tépek egy egyenes úton, mit tudom én, 30-al, aha, és akkor ő is megy 40-nel, érted? Most abban mi a logika, hogy én ott mindenhol lelassít, csak ő meg kanyarba belemegy 40-nel? Na hát erről beszélek, hogy például a jobbkész szabály egy hülyeség, de Pista nyilván el fogja nekünk mondani, hogy mik azok a kezdeményezések, amik esetleg bekerülhetnek majd a kreszbe. Egy perc múlva 4:10, jó reggelt mindenkinek, már is itt vagyunk, itt van Vokci, jó reggelt! Hello, sziasztok! Gyuri, szia! Jó reggelt, szevasztok! Szia, Anett! Jó reggelt, sziasztok! Hello, gyorsan van egy közlekedés, baleset az M1-esen Pest felé a 171-es kilométernél, valaki belerongyolt a terelésbe, bandita írta nekünk. Igen, az olyan rossz, amikor mész az autópályán, végre találsz egy jó tempót, nincs olyan forgalom, fölveszed a 130-140-et, és akkor jön ez a 80-as tábla, aztán a 60-as a tereléssel, és azt látod, nem akar az ember lúzerré válni, tudod? Hogy nem fog, mert ott van két sáv, és akkor már azért, azért megelőzném, de azért 120-szal nem kéne menni. Na mindegy, jó, úgyhogy ezekre figyelj, nem? Úgyhogy ezekre figyeljetek oda. Na, és a kreszhez kapcsolatban már a hallgatóknak van egyébként javaslata, lenne ötletem, mielőtt sárgára vált a lámpa, előtte háromszor legalább megvillahatna a zöld, ezzel jelezné, hogy átkapcsol hamarosan. Ami nem egy rossz ötlet. Talán például Horvátországban valami ilyesmit láttunk volna pont, hogy elkezdett villogni a zöld, és akkor utána váltott sárgára. Rossz sem, már megint kontakthibás az a rohadt lámpa. Igen. Azt esetleg nem lehetne törölni a kreszből, hogy a biciklis ne jöhessen szembe az egyirányú utcában? Kérdezi Gyuri nevű hallgatónk. Hát ez szerintem egy olyan téma, amit sokan szorgalmaz. Ne foglaljunk állást, jó? Nem foglalunk állást, mert azért van nekünk a vájpistánk, hogy minden részletet elmondjon. Szlovákiának túl jó volt, de nálunk megtalálta a helyét. Ő a járművekkel suttogó Vályi István. Szia, Pista! Jó reggelt nektek, sevasztok, szia, Vokciatok, úgy szervezettél, mint hogyha nekem bármit tudnom kéne, igyekszem majd. Hát ugye most, ami a lényeges, hogy így gőzerővel zajlik ugye az új kressz kitalálása, és hát ilyen szakmai fórumok meg konzultációk zajlanak, mert előbb-utóbb az ezzel valamit kezdeni kell, és hát folyamatban van. És ugye most felmerült, ez még nincs elfogadva, ez még csak egy ilyen ötlet, hogy mi lenne, hogyha nálunk is ezt a családtagi gyakorlatot, családtagi vezetést bevezetnék. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy közeli családtagod által te vezethess autót jogosítvány nélkül, úgymond a gyakorlati órák számát gazdagít. Van már erre példa, ma hallom, hogy levegőt vettél, meg kérdezni akarsz, van már erre példa Ausztriában, Írországban, Svédországban, működik is a rendszer, ezt onnan lehet tudni, hogy például az osztrákoknál kimutathatóan kevesebb balesetet szenvednek, vagy okoznak a friss jogosítványosok, amióta ezt a módszert bevezették. Nyilván egy hatalmas nagy ellenállásra lehet számítani az ötlet kapcsán a kressz oktatók, meg a hivatásos autóiskolák. De szerinted, részéről. Bocsánat, ez reális ez a felmérés? Hát ez egy oktató, akinek ez a szakmája, az szerintem rosszabbul csinálja, mint a szülő? Igen, jó kérdezed. Itt az első legnagyobb félreértés az, hogy ez nem zárja ki ebből a körből azt a csak nem 1000 autóiskolát, illetve több mint 4000 oktatót, akik Magyarországon vannak. Szóval itt nem a munkájukat veszik el. Egyszerűen arról van szó, hogy mire ők oda kerülnek, addigra legyen valami gyakorlatuk. Ez például az osztrákoknál 1000 kilométer vezetést jelent, úgy, hogy ez logolva van, be kell regisztrálnod szülőként, vagy családtagként, kell, hogy legalább 7 éve meg legyen a jogsid, és 3 éve vezesse autót. Akkor tulajdonképpen arról igen van szó, hogy nem plusz órákat veszel, hanem a szülők ezt neked ingyen és bérmentve. Igen, nem is fogadhatsz el érte pénzt, viszont nyilván ez rengeteg kérdést föllet. Egyrészt ugye ezeket nyilván kell tartani, ezeket az utakat az osztrákoknál, ez 1000 kilométer.
amit te fölvehetsz gyakorlatként, amit uh-huh. letudhatsz a szülőt mellett, ezt logolni kell egy hivatalos felületen, hogy hol vezettél, mennyit vezettél, nem hagyhatod el az országot, stb. És nyilván itt a felelősségvállalás kérdése is felmerül, hogy akkor ki lesz a felelős. Ja, mert eddig igen. az oktató volt a felelős minden balesetért. Na most, hogyha egy szülő besegít ebben, akkor neki is kell dupla pedálsor, tehát be kell tenni. Pontosan ez itt a kérdés, mert ugye különböző országok különböző módon oldják ezt meg. Hogyha Magyarországon afelé megyünk el, még nem dőlt el, hogy melyik módszert vesszük át, vagy melyiket alkalmazzuk, de ha Magyarországon az dől el, hogy az autót át kell alakítani egy külön pedálsorral, be kell regisztrálni, hivatalosan el kell végezni a tanfolyamot, akkor lényegében ez hambába volt ötlet, mert senki nem fogja ezt megcsinálni, hogy az autóját szétfurkálja, meg elmenjen szülőként egy tanfolyamra, akkor inkább tanulja meg a gyerek ott, ahol erre való. Ausztriában például ilyen nincs. Aha. Ott egy kikötés van, hogyha te automatán tanulsz megvezetni, akkor csak automata autót igen. vezethetsz a jövőben. Viszont én egyáltalán nem tartom rossz ötletnek, mert tulajdonképpen tegyük a kezünket a szívünkre, azért amikor még mi felnőttünk, meg most is nagyon sok esetben azért a tínédzser fiúkat már odaengedi. Apu a földúton egy kicsit vezesse, próbálja, hát nekünk mondjuk a mi korunkban szégyen volt, hogyha oda kerültél a gyakorlati részhez, azt nem tudta autót vezetni, de hát ezek az idők már elmúltak. Igen. Nekem is azzal kezdte az oktatóm, amikor először beültem az autóba, hogy te nem tudsz vezetni. Jó, de hát a másik az meg az volt, hogy megtanultál vezetni, de rosszul. Tehát sokkal nehezebb. Nem így kell. Igen, nem, itt pont ez a lényeg, hogy a felelősséget kiválálja át. Ausztriában úgy javasolják is, hogyha ilyen útra mész, akkor azért a biztosító felé jelezd, hogy az autód az kvázi be van fogva, mint oktatóautó, te ezért pénzt nem kérhetsz, ez a jogszabályi előírás, nem kérhetsz, viszont a gyakorlati 1000 kilométer teljesítheted, miután elmész majd, miután elvégezted először egy alapképzést, azt ugye az autós iskolában, a gyakorlatot megszerzed otthon apuval, anyuval, de akár a barátaiddal is. Uh-huh. Azt akartam kérdezni pont, hogy mi a különbség azzal, hogy a családtag tanít engem vezetni, vagy egy barát tanít engem vezetni? Nézd, azért van egy visszatartó elhely annak, hogy a családi autóval mész el úgy, hogy apád mellette ja. ül. Érted, szóval azért apu is oda szól, hogy azért ne húzzuk már meg a családi szentékszert, vagy az autót, mert mégiscsak érték. Ja, ugyanakkor az is igaz, hogy amikor már te elmész vizsgázni, akkor ő ott lehet veled, nem csak a vizsgabiztos, hanem ő is. Ja, értem. Az viszont jó, az tetszik. Az én gyerekemet akarja megmutatni az anyát. De jól csinálta az. De igen, csak tudod, itt persze nagy kérdés az, hogy ki mit tanít. Ki mennyire tud. És ugye itt lesz ennek a buktatója, hogy ki alkalmas arra, ki tud úgy vezetni, hogy esetleg átadja a gyerekeinek. Ez már macera. Igen, az apám az úgy vezet, mint Suhanc korában, tehát miért pont ő tanít vezetni egész életében? De, tud, mint a nagymama főztje. Mondom, az osztrákok, írek, svédek ezt meglépték, és azóta, mondom, osztrákoktól van egy kimutatás, mert hát ezek azért mérnek mindent. Ott elméletileg működik, de az is igaz, tegyük hozzá, hogy a jogosítványszerzés második lépcsőjében van egy úgynevezett perfekciós tréning, amit el kell végezned, ami egy egynapos tréning, ahol a finomabb dolgokra tanítanak meg, ilyen vezetéstechnikai dolgokra, és például tartalmaz egy közlekedés pszichológiai tanfolyamot. Hoppá! Ennek már viszont van értelme. És akkor megérkeztünk, hogy igaz, hogy te már levezettél 1000 kilométert, ott van veled a szülő, elmentél vizsgázni, van egy 6 órás első segélytanfolyam, megcsináltad a 30-valahány órát, így meg úgy meg amúgy, de ez még nem jelenti azt, hogy te tudsz vezetni. Erre szolgál ez a második lépcső, meg egy kicsit fejbe is felkészít a különböző helyzetekre. Na most ez egy meglehetősen összetett rendszer, amit a végletekig ki kell találni, mert ahol egy pici lyuk van a hálón, ott mi át fogunk férni, abban biztosak lehetünk, mert is vegyük magunkat, és nagyon-nagyon fontos lenne megérteni azt, hogy ez nem az autóiskolák és az oktatók ellen szól, mert ugyanúgy szükség van rájuk. A menetből, magából, a mechanizmusból nem hagyhatod ki őket. Hát nem hagyhatod ki, de hogyha tényleg a gyakorlati órákat le lehet tudni így,
akkor az mondjuk ott arányosan azért az kiesés. De Pista, autós iskolákat nem bántjuk, de ingyen jogosítvány lesz, stb. Tehát ott azért már a középiskolákban például, vagy átképzett katonák is oktathatnak, azért az már az autós iskolákkal kitolás, nem gondolod? Ez már természetesen kitolás, de én nem gondolom azt azért, ez az ingyen jogosítvány, ez jó hangzik, de azért tudjuk, hogy nincsen ingyen semmi. Persze, mert olyan is lesz. Ahhoz iskolába kell járnod, fiam. Mert olyan is lesz. Ettől függetlenül nyilván az autós iskolákat be kell vonni ebbe a folyamatba, és az lenne a fontos elérni, amikor ezt az új kereszt alkotjuk, mert megkerestek engem is, tudnék-e menni, stb. Mindegy. Konzultálnak mindenkivel, én tökre örültem volna, csak hát pont két nappal a nyaralás megkezdés előtt szóltak. Itt az lenne a lényeg. Ezen múlt az új kereszt. Igen, kész, hát nem rajta múlt, azért vannak ott közlekedés tudomány intézetben, és minden szakemberek, meg kevésbé szakemberek is. Itt az lenne a lényeg, hogy végre valahára egy olyan konszenzus kéne elérni, ahol mind a két oldal enged egy picit. Aha. Az oktatói oldal is, meg nyilván a jogszabályhozók is, hogy egy közös jó rendszert felépíteni, ahol egy picit enged mindenki, de alapjába véve hosszú távon az fogja eredményezni, hogy felkészültebb, körültekintőbb sofőröket, vagy autósokat, közlekedőket kapjunk. Ugye ez csak az autósokról beszélek, de itt vannak a motorosok, például ott nem lehet ezt csinálni, uh-huh. meg Ausztriában sem. Pista, és mi a véleményed a szimulátorral történő vezetés tanulástól? Szintén benne van ebbe a tervezetbe. Én ezt is egy nagyon-nagyon jó ötletnek tartom. Nyilván az a kérdés, hogy ez kire ró majd a későbbiekben költségeket. Ezeket a szimulátorokat, ezeket az autós iskoláknak kell majd esetleg megvenni, vagy üzemeltetni. Én úgy gondolom, hogy manapság már messze nem olyan költség. Hát én még emlékszem azokra a szimulátorokra, amiket nekünk utogattak, mint hű, világ megváltó dolgokat. Hát egy mai közepes számítógép teljesítményhez hát képest igen. A sorban nem voltak. Szóval igazából itt minden a szoftveren múlik, amit remélhetőleg majd valaki olyan ír meg, aki látott már ilyet. Maga a hardware része az aránylag könnyen kialakítható, mert egy 3D szemüveget manapság már bárki tud venni, azért az nem egy nagy befektetés. Igazából itt az lesz a kérdés, hogy hogyan lehet ezt, szóval értitek, ezért nehéz dolog ezt az egész új kereszt, mert az alapjaitól kezdve kell elkezdeni átalakítani, hogy hogyan lehet ezt implementálni, behúzni a mindennapi oktatásba. Én nagyon-nagyon jó ötletnek tartom, mert ott mérhető minden, a reakcióidőtől kezdve, a szemmozgáson át, a büntetőpontokig, minden mérhető. Te Pista, azt akarom kérdezni, hogy ugye az automatánál jogosítvány szerzel, akkor csak automatát vezethetsz. Ugye nem lesz az, hogy ha én szimulátoron tanulok, akkor csak arra kapok jogosítványt. Szimulátoron is lehet amúgy manuális váltós autót szimulálni. Meg tehát a manuális szimulátorra kapsz jogsít. Arra kapsz, hogy a két jogsít. Nyilván ez egy segédeszköz, azért ha valahol megnézed, egy szimulátor üzemeltetésének költségében mindig kevesebb lesz, mint egy autóé. Hogy szóval ezzel azért valahol pénzt is lehet spórolni, mert nem az autót töröd, nem az autó kopik, hanem beülsz egy székbe, és akkor nagyjából megtanulsz látni legalább az úton. Hát ez egy nagyon-nagyon hasznos dolog. Hát gondoljatok már bele, itt vagyunk 2024-ben, aztán mindig visszafelé nézünk, hát előre kéne nézni, hát olyan technológiák vannak körülöttünk, amik figyelj, tökre egyértelművé teszik, vagy meg könnyebbé teszik az egész oktatást. Hát 10 éves srácok játszanak olyan szimulátorokkal, amikről 20 évvel ezelőtt. Hát én már azt is elfogadnám, hogyha egy gyerek, mit tudom én, 1000 órát YouTube csatornáján fölrakott videókat, hogy ő szimulátorozik. A legnagyobb probléma az, hogy meg kell értetni azokkal, ezekkel, hogy a valós élet az nem szimulátor, ott nincs restart. Úgyhogy ezért is kéne egy nagyon-nagyon jó kis szoftvert megírni egy ilyen szimulátorra, beemelni az oktatásba, és nem elzárkózni attól, hogy esetleg a szülővel tanuljon meg a gyerek közlekedni, vezetni, aki nyilván ő rá is vigyáz, az autóra is vigyáz, a saját életét is félti, ugyanakkor a szülőknek meg el kell fogadni, hogy lehet, hogy nem jó oktatók. Hát igen, mert azért mi is ott leszünk a forgalomban, tehát én itt családon belül nyilván örül az ember, ha én taníthatom a gyerekemet egy kicsit gyakorolni, vezetni, nem tudom, de azért, hogyha én kimegyek a forgalomba, akkor azt fogom látni, hogy azért minden sarkon jön egy apuka. Péntek délután 4-kor a Hungária körúton gyakoroljatok, szóval.
lehet, hogy ez nem egy jó ötlet. Na jó, hát meglátjuk, hogy mi lesz ez, Pista, ez az új kressz, ez mikorra teszik, hogy ez életbe lépne? Most nyilván ennek van egy dátum alatt, de te is nagyon jól tudod, hogy ez lehet ősszel, ugye az a terv, hogy jövőre ez már meglegyen. Azt mondták, 25, 2020. De ez lehet 2040 is, attól függ, hogy minden attól függ, hogy meddig marakodunk, meg meddig próbáljuk ütni az asztalt a saját igazunkat védve, vagy mennyire vagyunk kompromisszum. Addig is az autós szimulátor az kötelező óra lesz, gondolom, között. Én a vezetéstechnikai tréninget is vastagon aláhúzva beemelném az oktatásnak a folyamatában. Nagyon-nagyon-nagyon hasznos. Nem csak kezdőknek, hanem haladóknak is bődületes hibákat vétenek még mindig azok, akik 15-20 éve vezetnek, és fogalmunk nincs, és eddig csak szerencséjük volt. Hát igen, erről szoktunk beszélni. Pista, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Én is ölellek titeket, szép hónapot mindenkinek, sziasztok! Szia, Pista! Na, hát a fontos kérdésekről, mint jobbkész szabály, biciklis szembe a egyirányú utcában, ezekről nem is beszéltünk a Pistával. Jó. És csak ott kellett volna lenni azon a megbeszélésen. Igen. Én ennek örülök végül, nekem több ezer órám van már a GTA Vice City-ben vezetésben, úgyhogy több autós üldözésben is nagyon rutinosan ráztam le rendőröket, tehát szerintem azért ez neki. Igen, van egy olyan hátulütője, hogy a szimulátorán nincs rizikó. Ott annyiszor próbálható. Igen, tehát Gyuri elmenne vizsgázni, akkor az azzal kezdődne, hogy föltépni az autó ajtaját, és az oktatót így kirángatná belőle, és a földre dobna. Igen, átcsúszta a motorháztető senkkel, érted? Elnézést, itt tanultam. Igen, és utána full gáz, igen. Na jó, jövünk a mai nap legjobb pillanataival. Ma reggel dalpremiér volt itt nálunk, méghozzá Curtis hozta el a vadonatúj dalát, úgyhogy erről beszélgettünk vele. 10 perc múlva 10 óra, hát ezek az utolsó pillanatok már. Töröljetek, királyok, nagyon jó ez a Curtis dal, szép napot. Mentős Laci, egyébként nagyon sokan írnak Curtis dalára. Fel fog csendülni nálunk szerintem néha-néha. Abszolút, kegyelem ez a címe, és egyébként már a klipet is majd este meg tudjátok nézni Curtisnél. Kedveseim, Voga, imádtam az egész hetet, Vályi is topon volt, nagyot alakított a TikTokon is. Ó, azt még nem láttuk. Úgyhogy jó pihenést, de már olaszból hallgatlak benneteket egy aperollal a kezemben, millió puszi Éva. Igen, és tényleg jó, hogy írja, hogy kedden. Mert ugye holnap és hétfőn nem vagyunk, akkor best of lesz, de Ati megint összegyúr egy olyan összeállítást, hogy attól mindenkinek eláll szemeszája. Így van. Sziasztok, köszönjük ezt a mai napot nektek. Vokci megfeltette írja a pontot, akkor várunk vissza benneteket kedden, addig is jó pihenés, Zöldséges Zsolt. Hát köszönjük szépen, köszönöm mindenkinek, amit Gyuri, Vokci. Köszönjük. Én is köszönöm nektek, gyerekek. Mi is köszönjük hétvége, kinél mi lesz? Hát én nekem most itt Éva Szlovákiából SMS-éről így az aperolta, hogy felvetette, én azt gondolom, hát, hogy ez egy nagyon jó program irány. Az aperolt, ne így a töményen. Ja, ugye, nem, hát... Te ma kinyitod az üveget, és... Iszom az aperolt. Spritz, ja, tudod. Ja, ez vasárnap estig, ez lesz a program? Nem, hát hétfőn se vagyunk. Ja, jogos. Csak gondoltam, egy napot adsz magadnak. Nem, abszolút. Hát Anettel mentek együtt fesztiválozni. Én Művészetek Völgyében megyek már ma. Anették elméletileg szombaton ugye érkeznek. Csatlakozunk. Én egyeztettem a Csabival, küldött képeket a tranzitról, amiben alszatok. Majd az patika. Biztos, hogy nem alszom. Fokci, most komolyan. Ugye Gyuri, te sátrazol a Művészetek Völgyében. Szeretnék szállást foglalni. De nem lesz szállást foglalni. Ott 2030-ra fogsz. Ott nincs igabiga panzió. Ott 2030-ra lesz szállásod szerintem. Jó, akkor... Kicsit később mész majd. Nem, csak arról van szó, hogy egyébként Csabi felajánlotta, hogy neki van egy tranzitja, és hogy Anetta, hogy nem kell sátraznunk. Ja, tudunk aludni. De Anett meg... Igen, te nem ismered a Csabit, János, nagyon-nagyon jó fej, és nagyon innovatív gondolatai vannak, és neki a parti áll a középpontban is a szórakozás, és annyira szépen berendezte ezt a tranzitot, kifejezetten, hogy Anettnek jó legyen légkondi, van benne minden, és nem is értjük, hogy Anettnek már éjjel is megy, és ágy van benne. Ágy is lesz benne. Nem kell hátsó ülés, tök jó. Nem, mert tudod, ez a hátul egybe tudom, tranzit. Tudom, persze. Na mindegy, és ezt találta ki, és a Gyuri ebben támogatja. Én egy kicsit félek ettől, és mondtam, hogy akkor inkább hazavezetek. Jaj, mindig ez a fáradt hazavezetés. És nem fogsz végig inni, ne hülyéskedj. Hát ha fogok, akkor igazából mit gondolsz, mindegy. Ja, mert megzavart a Művészetek Völgye. Ugyanazt csinálják, hidd el nekem, mint másik. Csak elétették. Igen. Ennyi az egész. Úgyhogy nekünk ez a tervünk. Igen, de ne abból kosztümbe gyere, amiben az AC/DC voltál. Tehát ez...
Igen, az aranygomb az túlzás. Flitteres. Jó, de azért lesz rajtam egy ing, meg egy zakó. Ja, sok ott a fű, meg ez a magas sarkú cipő sem megy. Jó. Ennyi. Vokci, te meg légy szíves a hétvégén a kertben, én... ne okozzál magadban kárt. Ja, mert... nem, én mindig másban okozok. Jó, az a lényeg, hogy azért én kedden is számítanék rád. Nagyon szépen, köszönöm. Jövök szívesen. Jó, és akkor mindannyian ez lesz pénteken, hétfőn. Nem vagyunk kedden reggel, viszont érkezünk 6:08-kor. Viszlát!